Tisztelt hallgatóság! Én is nagyon örülök, hogy ilyen sokan vannak itt. Sok alkalmunk lesz hasonló jellegű előadásokat tartani, ugyanis az előbb már volt róla szó, hogy a sorozat is Einstein centenáriumán indult. Azért tartották 2005-ben a fizika évét, mert akkor volt 100 éve, hogy Einsteinnek a nevezetes cikkei, amelyek megrengették a fizikát, megjelentek. Na de hát nem csak ő volt egyedül, a 20. század első 2-3 évtizede teli volt nagyszerű fizikai felfedezésekkel, és ezeknek az évfordulói sorra eljönnek, és lehetőséget adnak nekünk arra, hogy megemlékezzünk egyrészt az akkori felfedezésekről, másrészt, hogy az adott témában mi történt azóta 100 év alatt, hova fejlődött, mi lett a cserebogárból, vagy esetleg miből lett a cserebogár. Hát most a kvarkokról és az atomerőművekről lesz szó, és ennek az az apropója, hogy 100 éves az atommag. Természetesen atommagok már sokkal régebben is voltak, de Ernest Rutherford 100 évvel ezelőtt, 1911-ben fedezte fel az atommagot. Most nagyon röviden próbáljuk egy kicsit fölidézni azt, hogy is fedezte föl, honnan jött rá, hogy van egy ilyen kis izé, hogy atommag. Aztán utána az atommagok világáról fogunk beszélni, ennek a különböző vonatkozásairól, és természetesen arról is, ami sokakat érdekel, hogy lesz ebből nekünk energia, és mitől lesz olcsóbb a villany, hogyha atomenergiát használunk. A 20. század elején már tudták azt, akkor már sok meglepetés érte az embereket, hogy az atom az nem atom. Az atom szó eredetileg azt jelenti, hogy oszthatatlan. Tehát oszthatatlan kis izé, amiből összeállnak a nagyobb dolgok. Akkor már rájöttek arra, hogy az atom belsejéből elektronokat lehet kiszabadítani, erre a 19. század végén rájöttek. Csodálatos puding modell volt. Van egy nagy pozitív töltésfelhő, és abban a kis golyónak elképzelt elektronokat üldögélnek, esetleg rezegnek. Hát mit lehet csinálni? Lejjebb tegyem? Megerjedtem eme szerkezetbe. És így most jó? Jó. No tehát, Rutherford azt csinál... Még mindig visszhangzik. Na, még egyszer. Most jó? Tepi? Hallani? Igen? Jó. Lehet, oké. Okay. No tehát Rutherford azt csinálta, hogy radioaktív forrásból származó részecskékkel bombázta az atomokat. Na most hogy kell bombázni? Hát oda tette, aztán hadd szaladjanak át a részecskék. Az ember azt várja, hogy egy ilyen töltésfelhőn áthaladva egy picikét eltérő nagy részecske, ha kicsit odébb találjon, akkor már megint ilyen picikét eltér. De nem ez történt, és Rutherford ennek a kísérletnek a hatására állította fel a naprendszer hasonló modelljét. Ma már nem ezt a modellt használjuk, de sokan az iskolában még ezt a képet kapták az atomról. Van középen egy kis golyó, és körülötte keringenek az elektronok, akár a bolygók a naprendszerben. A kép nagyon nem arányos. Először is mit látott Rutherford? Hát ráküldte a részecskéket, egyiket átment a külső zónán, kicsit elhajolt. De van olyan, ami közel ment a centrumhoz, és onnan szinte visszapattant. Rutherford azt mondta, hogy ez olyan meglepetés volt, mintha egy selyempapírt lőttek volna ágyúval, és az ágyúgolyó visszapattan. Az ember ezt nem várja tőle. Hát hogy lehet, egy ilyen puha pudingon átment volna a golyó, de hogyha középen van egy kicsi kemény mag, arról visszapattan. Természetesen ezt nem csak metaforákban mondta el, hanem kemény matematikával megtámogatta. Megmérte azt, hogy különböző irányokba a részecskék hány százaléka térült el, és abból ki tudta számolni, hogy milyen objektum van ott középen. És kiderült, hogy ez a kis mag 100 000-szer kisebb az atomnál. Most tessék elképzelni, az atom is eléggé kicsi, 10⁻¹ méter nagyságrendben vannak az atomok, annál még 5 nagyságrenden 100 000-szer kisebb kis valami van ott középen, és később kiderült, hogy az atom tömegének a nagy része ott van, szóval, hogyha röviden akarjuk jellemezni, az atom egy kis kemény íz, és körülött egy nagy semmi. Ebből állunk mi. Azok az elektronokat úgy lazán vannak, és ott gyakorlatilag nincs semmi, hiszen, mint tudjuk, az elektronoknak a tömege az 2000-szer kisebb egy-egy protonnál, és az atom maga sok protonból, neutronból áll. Az atommagról aztán később kiderült, hogy az is osztható, tehát hogyha most követjük, akkor megnézzük az anyagnak a egyre apróbb részekre való felosztásának a történetet, belekukkantunk az anyagban, meglátjuk az atomot, belekukkantunk, ott kívül vannak az elektronok, belekukkantunk, meglátjuk az atommagot, aztán hamarosan kiderült, hogy az is összetett, sok kisebb részből áll, ezek protonok meg neutronok,
a protonra hamar rájöttek, a neutronokra a 30-as évekig kellett várni, amíg felfedezték azokat is külön, és aztán a 70-es években jöttek rá, egyebek között sok olyan embernek a közreműködésével, akik most is ebben az épületben dolgoznak, hogy a proton meg a neutron is összetett részecske, és a belsejében újabb, kisebb részecskék vannak. A proton meg a neutront együtt nukleonnak szoktuk hívni, hiszen nukleus az magot jelent, a magnak az alkotó részei azok a nukleonok, együtt ez a protonoknak meg a neutronoknak neve, és ott belül pedig azok a kisézék, azok a kvarkok. Hatféle kvarkot ismerünk jelenleg, a proton meg a neutron kétféle kvarkból áll, hát ilyen zseniális neveket kaptak, hogy U és D kvark, angol up és down-nak a rövidítése. Az egyik objektumban az egyikből van kettő, és a másikból egy, a másikban meg pont fordítva. És közte, amit ott sárgával igyekeztem jelezni, azok a gluonnek nevezett részecskék. Glu az azt jelenti, hogy ragasztó, tehát az valami olyan objektumok, amik összeragasztják a kvarkokat, annyira összeragasztják, hogy nem is lehet őket kiszedni a protonból, meg a neutronból, meg a többi elemi részecskéből, ami szintén kvarkokból, illetve antikvarkokból áll. A 20. század utolsó harmadának ez volt a fizikája, hogy most már az elemi részecskék, vagy a korábban eleminek tekintett részecskék belsejébe tekintettünk. Ha ezt a sémát nézik, akkor ember azt nézi, mindig amit korábban eleminek néztek, azból kiderült, hogy összetett, jobban megkukkantottuk, és kiderült, hogy annak a belsejében még kisebb objektumok vannak, ember azt várja, hogy nem sokára már itt fogunk tartani, hogyha így megy tovább a 24. század, kvarkok belsejébe, annak a belsejébe, lehet, hogy így megy, lehet, hogy nem. Pillanatnyi tudásunk szerint, ugye a tudományban mindig ezt mondjuk, hogy tudomány pillanatnyi állása szerint, a kvarkok elemi objektumok azoknak nincsenek összetett, vagy belső alkatrészei, de lehet, hogy egyszer felfedezzük. Az is lehet, hogy ez a séma itt véget ér, és akkor tényleg nem lehet tovább folytatni. Mind a kettő izgalmas lehetőség, és ezt majd akik követik a fizika 21. századi fejlődését, majd meg fogják tudni. Minden esetre az atommag felfedezése után egy hamarosan következett az a meglepetés, hogy az atommagok nem állandók. Egy utólag azt mondja az ember, persze. Hát, hogyha valami kisebb részecskékből van összerakva, azt át lehet rendezni, és esetleg másféleképpen összerakni az alkotrészeket, más hasonlókkal kicserélni. A legóból sem mindig csak az a teherautó van megépítve, az ember szétszedi és másképp összerakja. Tehát az összetett objektumnak a alkatrészei másképp is átrendezhetők. Ha viszont az atommag belsejét átrendezzük, ugye tudjuk most már, hogy azon múlik, hogy milyen, hány proton van az atommag belsejében, ezen múlik az, hogy milyen kémiai elemről van szó. Hát megvalósult az emberiségnek az ősi álma, az aranycsinálás. Mondjuk nem az aranyjal kezdték, hanem másféle, szóval egyszerűen alumíniumot sikerült csinálni. Tehát az atommagoknak a megváltoztatásával sikerült a kémiai elemeket egymásba alakítani. Aztán arra is rájöttünk, hogy miért nem sikerült ez korábban a vegyészeknek, meg azelőtt az alkimistáknak. Ha megnézzük, hogy milyen lépéssel haladtunk az atomtól az atommag felé, ugye 10^5-szer, tehát 100 000-szer kisebb méretbe értünk, és 100 000-szer nagyobb energiáknak a világába jutottunk. Az alkimistáknak sikerült volna átalakítani az atommagot, hogyha 100 000-szer nagyobb energiájuk van. De arra kell vigyázni, azt az energiát egy részecskére összpontosítják. Hiába raknak ekkora nagy tüzet, az ott sok részecskén osztik el, azt a sok energiát kéne egy részecskére összpontosítani. A 20. század tudósainak sikerült részecskegyorsítókkal meg egyebekkel elérni, hogy sok-sok energia összpontosul egy részecskére. Biztos hallott már mindenki, és itt is volt már többször előadás, meg lesz is, a mostani nagy részecskegyorsítókról, ahol már olyan nagy energiákat összpontosítanak egyetlen egy részecskére, ami már összemérhető azzal, hogyha mondjuk leejtek egy szúnyogot. Annak is van valami mozgási energiája, és ekkora, ilyen nagyságrendekbe érkezik már az egy részecskére összpontosított energiát. 100 év alatt idáig fejlődtünk. Minden esetre ez lehetővé tette annak a gondolatnak a felmerülését, hogy a kémiai átrendeződéseknél az a korábban elért energiaskála, az nagyon sok mindent lehetővé tett nekünk, például tüzet rakni, fémeket olvasztani, kaját főzni, meg egyebek, hát akkor az atommagban jelenlévő sokkal nagyobb energiát is esetleg föl lehet használni hasznos, és mint láttuk, haszontalan célokra is. Fölmerül persze a kérdés, hogy mi tartja össze az atommagot, mi tartja össze ezeket a kis részecskéket, hogy egymás mellé rajzolgatjuk. Ennek a neve magerő. Na most ez, amikor először kitalálták, ez nyilván azt jelentette, hogy nem tudunk semmit. Az az erő, ami összetartja az atommagot, az a magerő, és az ember bólint. Jó, hát persze. Nyilván ebből akkor...
igazán fizika, amikor ennek a részleteit kidolgozták, megvizsgáltak a tulajdonságait, leírták matematikailag, rájöttek, hogy hogy lehet befolyásolni, és így tovább. A magerő nagyon bonyolult. Nincs képlete. Newtonnak annak idején tulajdonképpen nagy szerencséje volt. A világ egyik legegyszerűbb erőjével kezdte a vizsgálatokat, a gravitációs erővel. Mindenki megtanulta a képletet, hogy két test között a gravitációs erő m1x-szer m2x-szer a gravitációs állandó Bereer négyzet. Ilyen képlet a magerőkre nincs. Két atommag bizonyos távolságból vonzza egymást. Hogy néz ki a képlet? Hát az attól függ, rengeteg mindentől függ. Beírtam ide egy képletet, de aztán inkább kitöröltem. Kitöltött egy ilyen egész fóliát, és csak közelítő képlet, nem pontos. Egy csomó atommagra jó, másokra kevésbé jó. Nincs exakt elmélet. Első lépésként azt kéne megérteni, hogy miért ilyen bonyolult a magfizika. Vannak ott hátul magfizikusok, akik büszkék is rá, hogy ilyen bonyolult, hogy nem lehet egy képlettel leírni. A magfizika valamilyen értelemben olyan, mint a kémia. Mit csinál a kémia? Megbolygatja a lezárt rendszereket. Van egy egyszerű elemi kölcsönhatás, az elektromos vonzóerő, azt tartja össze az atom héjában az atommagot meg az elektronokat. Az elektromos erőnek viszonylag egyszerűek a törvényei, persze kvantummechanikailag leírva kicsit bonyolultabbak, de lényegében létrejön egy kész, zárt objektum, ami jól érzi magát, nincs szüksége semmi külső segítségre, az az atom. Van egy másik ugyanilyen jól működő objektum. Aztán kettő egymás közelébe kerül, és elkezdik egymást zavarni. Beleszimatolnak, mint két szomszédban lakó család, úgy mindegyik zárt család, de belenéznek, hogy mit csinál a micike a szomszéd házba, és előbb-utóbb konfliktusok alakulnak ki. Na, ezt hívják kémiának. Tehát amikor a két zárt objektum között másodlagos kölcsönhatások alakulnak ki, és ebből olyan bonyolult dolgok következnek, mint a vegyérték, meg hogy bizonyos irányokban hajlandók egymást vonzani az atomok, meg nem. Vegyészek ennek kidolgozták részletesen a matematikáját. No, valahogy ilyesmi a magfizika is. Az atommagot alkotó objektumok, a proton és a neutron belsejében ott van a három kvark, meg a gluonok, és ők egy zárt rendszert alkotnak, a kölcsönhatásaik szépen összetartják őket, jól megvannak. De amikor közel kerülnek egymáshoz, akkor úgy beleszimatolnak egymásnak a gluon terében, állat mi van ott benne, és akkor ilyesmikből következik az, hogy bizonyos esetekben hajlandók összetapadni, és további bonyolult objektumokat alkotni. Ez attól is függ például, hogy éppen hogy állnak, milyen orientációba érkeznek egymáshoz, milyen energiával ütköznek, hány másik van ott. Ugye a randevú sikere attól is függ, hogy van ott jelen egy harmadik személy, meg egyebek, itt is valami ilyesmik történnek. Jó bonyolult dolog, hogy attól függően, hogy éppen hány nukleon van jelen, attól függően másképp történnek ezek a reakciók. Nincs olyan képletünk, ami leírna, hogy a periódus rendszer elején levő elemeknek az atommagjai, meg a végén levők, vagy egységesen hogy viselkednek. Külön intézetek foglalkoznak a könnyű atommagok vizsgálatával, külön a közepes, meg a nehéz atommagokkal, és vannak speciális atommagokra külön tanszékek. Na, minden esetre bonyolult a magfizika, és természetesen ezt én most nem fogom elmondani, nem is értek hozzá. De mivel lehet foglalkozni? Egyszerű, kvalitatív képet lehet nyújtani ennek a magerőnek és az atommag részei közötti kölcsönhatásnak az egyszerűsített leírásával nagyon sok mindent meg lehet érteni. Az a bizonyos nukleáris völgy, amit a címben emlegettem, az az a hasonlat, aminek a segítségével próbáljuk áttekinteni a magfizikának a különböző vonatkozásait. Ugye a magerő az erős és vonzó erő. Az elektromos erő az lehet vonzó is, meg taszító is. A magerő első közelítésben ugyanakkor erő a két neutron között, a neutron meg a proton, és a proton meg a proton között, tehát a nukleonokat köti egymáshoz ez az erő. A protonok emellett ugye elektromosan töltöttek is, ezért két proton taszítja is egymást. Az jóval kisebb erő, tehát föllép egy kis elektromos taszítás, de ahogy azt a fizikus nóta mondja, az csak perturbáció. Hasonlítsuk össze az elektromos meg a magerőket. Az elektromos vonzást úgy kell elképzelni, hogy ott van mondjuk egy adott töltési objektum, és ez meg egy másik töltés, ez mondjuk egy atommag volt, az meg egy elektron, ellentétes töltések, ez repül itt az űrben, és egy kicsit eltérül erre, mert messziről hatott rá ennek az elektromos vonzó ereje. Ha közelebb ment, akkor jobban el fogja téríteni, mert erősebb a vonzó erő. Ha még közelebb megy, akkor már ennyire bekanyarítja, és a végén, hát kicsit szögletesen sikerült a rajz, de bekanyarodott. Mi van, ha két olyan objektum találkozik, amik elektromosan taszítják egymást? Mondjuk egy proton, meg egy másik proton. Ja, bocsánat, ezt úgy lehet fogalmazni, a hatótávolság a végtelen. Elvileg nagyon messzire is észreveszik egymást az elektromosan töltött objektumok, 1/r négyzettel arányos itt is az erőhatás.
Hát, hogyha taszítás van, akkor itt van egy objektum, jön a másik, akkor egy kicsit elkanyarodik. Hogyha nem hatna rá ez az erő, akkor menne egyenesen tovább, ehhez képest egy kicsit elkanyarodik. Ha közelebb jön, akkor nagyobb erő hat rá, akkor jobban elkanyarodik. Ha még közelebb jön, akkor nagyobb, még nagyobb erő hat, és ez meg már szinte visszafordul. Ezt fedezte fel Rutherford, amikor egy pozitív töltésű részecskéket, ma már tudjuk, hogy hélium atommagokat, alfa részecskéket lőtt rá a, mondjuk egy alumínium fóliába levő atomokra, és amik közel mentek az atommaghoz, azok ennyire visszakunkorodtak. Most nézzük meg, hogy milyen a magerőknek ezzel szemben a viselkedése. Én leteszek itt egy nukleont, mondjuk, és megnézem, hogy elrepül mellette egy másik. Rá se bagózik, megy tovább egyenesen. Na, küldjük közelebb. Hát az is megy tovább. Még közelebb, még közelebb, még közelebb. Nem érzi, mintha ott se lenne. És amikor egészen közel megy, akkor hirtelen neki megy, aztán összeütköznek és összetapadnak. Erre az egészre van egy tökéletes hasonlat. Mindenki, aki gyerekkorában a réten játszott, az tudja, hogy bogáncsokkal hogy kell dobálózni. A bogáncs fizika az tökéletes leírása a magfizikának. Tessék elképzelni, itt van két bogáncs. Repül az űrben, elmennek egymás mellett egyenes vonul, egyenletes mozgással, nem veszik észre egymást messziről. Mentek tovább. Ha viszont eléggé közel mennek egymáshoz, annyira, hogy a szöszök összeakadnak, akkor, hogy kell elegánsan mondani, fizikusok kötött állapotot alkotnak, összetapadnak, és onnantól kezdve együtt vannak. Ez olyan, mint hogy nekem is valahol ki van jelölve a világban életem nője, csak néhány ezer kilométerre tőlem elment. Ha véletlenül egy méterre jönne, akkor esetleg összetalálkozhatnánk, aztán onnantól kezdve együtt folytatnak a pályafutást, az atommagok alkotó részei így viselkednek. Na most, a bonyodalom ott jelenik meg, hogy ugye mindegyik nukleon, kékkel jelöltem a neutronokat, pirossal a protonokat, mindegyik vonza egymást, ha elég közel kerülnek egymáshoz, ugyanakkor viszont a protonok messziről is taszítják egymást, mert az elektromos töltések miatt taszítják. Képzeljünk el egy nagyobb atommagot, egy ilyen nagyobb bogáncskupacot, amiben vannak kékek is, meg pirosak is, a pirosak a protonok, azok elektromosan taszítják egymást, és mindegyik pár között fellép egy elektromos taszító erő. Tetszik látni, nem tudtam mindegyiket berajzolni, de lehet folytatni. És ez az erő, ez szét akarja taszítani a atommagot. A szomszéd részecskék kapaszkodnak egymásba a vonzóerővel, de minden proton mindegyiket taszítja. Ez az atommag fizikának a kulcsa, ennek a kétféle erőnek, a kis hatótávolságú, rövid távol ható vonzóerőnek, és a messzire is ható proton taszításnak az egyensúlya, vagy éppen az egyensúlynak a felbomlása, gyakorlatilag ezzel lehet minden magfizikai problémát kvalitatíve, tehát körülbelül megmagyarázni. A részletek persze matematikaiak és nagyon bonyolultak, de nagyságrendileg jól tudunk itt tájékozódni. Képzeljünk el egy... Ja, még rajzoltam egy már. Képzeljünk egy még összetettebb atommagot, hát ez már ilyen böhöm nagy. A legnagyobb atommagokban már több száz részecske található, tehát több száz összességében a protonoknak meg a neutronoknak a száma. Egy ilyen nagy bogáncsgömböt kell elképzelni, na most innen már nem működik a bogáncs nem szokta azt csinálni, hogy taszítják egymást a piros bogáncsok, tehát hogyha lennének egymást taszító bogáncsok, akkor biztos az történne ott is, hogy egy kis részt kilök magából. Ez a gyerekek társaságával is először szokott fordulni, túl nagy már a banda, akkor néhány embert kiközösítenek. És azok viszont általában egy ilyen kis bandát alkotnak. A legkisebb és nagyon jól működő nukleonbanda az a két protonból meg két neutronból álló részecske, ez a hélium atomnak a magja, úgy is hívják, hogy alfa részecske. Ezek nagyon szeretnek együtt távozni egy nagy atommagból, hogyha túl sokan vannak és mocorognak és ki akarják lökni egymást, akkor nem egyesével menekülnek el a kitaszítottak, hanem ilyen négyes kupacokban két proton, két neutron együtt. Ezt hívják alfa sugárzásnak, mert alfa részecskéknek nevezett objektumokat bocsátanak ki. Amikor az alfa sugárzást felfedezték, akkor még nem tudták, hogy ez atommag, és azért nevezték ezt az izét, ami ott kijön, alfa részecskének. Utólag tudjuk, hogy ez is az egyik elemnek az atommagja. Tehát a túl nagy mag kilökte a felesleges részeket. Íve ez a térkép az összes atommagnak a térképe. Itt az épületben az egyik falon ki van akasztva, ugyanez azzal a különbség, hogy nem egybe, hanem háromba van darabolva, mert nem fért el egy ekkora marha nagy ábra. Több ezer atommag van rajta, nem tudom, mennyire látszik onnan, itt ilyen pici kis kockák vannak. Vízszintes tengelyünkön lerajzolták a neutronoknak a számát, függőlegesen pedig a protonoknak a számát. Tehát ebben a koordinátorrendszerben megmondom, hogy mondjuk 42 proton és
52 neutron, megkeresem, hogy hol van, és az valamelyik elemnek, valamelyik atomnak. Ugye azt mindenki tudja, hogy csak 100 körül van a különböző elemeknek a száma. De 2000-en fölül van az ismert atommaguknak a száma. Miért? Erről lesz szó. Az izotópok miatt, hogy ugyanannak az elemnek több különböző atommagja is lehet, és ezért van annyiféle atommag. Mit jelentenek a színek? A színek azok az atommagoknak a stabilitását jelzik. Volt arról szó, hogy az atomok átalakulhatnak egymásban, még lesz erről szó. Bizonyos atommagok stabilak, mások meg kevésbé stabilak. Spontán átalakulással átalakulnak másik fajta atommaggá. Most ezt valahogy úgy lehet elképzelni, mint amikor az ember lakást akar cserélni. Nem tetszik, nem tetszik. Hát hezitálok. Ennek a karakterisztikus, hogy van, akinél 2 hét elhatározza, aztán cserél, van, aki meg évekig töpreng egy lakást cserélni. Hát az atommagok átalakulása is ilyen. Az egyes atommagokra jellemző az, hogy körülbelül mennyi idő telik el addig, amíg rászánják magukat az ilyen változásra. Az, hogy egy-egy atommag mit csinál, azt nem tudjuk leírni, de statisztikánk van. Ott van egy csomó atommag, és azzal tudjuk jellemezni ezeknek a viselkedését, hogy az atommagoknak a fele mennyi idő alatt változik meg az adott folyamatban. Ezt hívják felezési időnek. Most vannak olyanok, ahol ez mikroszekundum, tehát a másodpercek a pici töredéke, az alatt már meg is változik. A modern méréstechnikának a nagy csúcsa, hogy annak ellenére, hogy ilyen rövid ideig léteznek az atommagok, mégis meg tudják mérni a tulajdonságokat. Hát vannak más magok, amik meg sokáig léteznek. Vannak olyanok, amikről tudjuk, hogy nem teljesen stabilak, elbomlanak, de a felezés idén 4,5 milliárd év. Hát azt én már inkább stabilnak nevezném. Tessék elképzelni, hogyha valaki mondjuk politikai rendszert szervezne 4,5 milliárd év karakterisztikus idővel, hát az emberek örülnek, hogyha 10-20 évig fennáll egy adott konfiguráció. Hát itt most, ami 4,5 milliárd évig él, hát Istenem. Tessék megnézni, feketével rajzolták be azokat, amik a legstabilabbak, stabilnak tekinthető. Az, hogy mi stabil, az gyakorlatilag rajtunk múlik. Ami nálunk sokkal-sokkal tovább él, arra mondjuk, hogy stabil. A különböző színek azt jelentik, hogy milyen módon bomlanak el. Lehet látni, hogy a stabil magok elválasztják a kékkel és a lilával rajzoltakat. A kékek meg a lilák azok másféle módon bomlanak el. Itt fönn a vége felé pedig nagyon sok a sárga. Ezekkel a folyamatokról majd mind fogok beszélni, hogy melyik mivel. A szélein, ha megnézik, ott vannak milyen pirossal jelölt valamik, és itt meg ezek a másik fajta sötétek, és ott néhány ilyen szürkés, ezek megint másfajta folyamatok. Ezekről a folyamatokról mind szeretnék beszélni. Tessék ránézni erre az egyenesre. Ez a szögfelezője a két tengelynek, tehát ott helyezkednek el azok az atommagok, amik ugyanannyi protonból és ugyanannyi neutronból állnak. Mindnyájan ismerjük és szeretjük, és erőszeretettel veszük magunkhoz, némi körettel a szén atommagját. Ugye a szerves anyagokban mindenhol a szénnek a leggyakoribb izotópia szén-12-es, C12-es van, ez 6 protonból meg 6 neutronból áll, tehát valahol ezen a szögfelezőn itt található az elején az ábrának. Később viszont, tessék nézni, a görbe, vagy ez az ábra elkanyarodik a szögfelezőtől, itt az atommagokban már jóval több a neutron, mint a proton. Ha ugyanannyi lenne, akkor hogy rajta lennének ezen a vonalon, de jóval több neutron van. Ez is az egyik kérdés, hogy ezt meg kéne érteni, meg kéne magyarázni. Tehát miért pont ezek az atommagok vannak, miért nincs itt például atommag? Miért kanyarodik el a létező atommagoknak vonala? Miért ér véget itt? Vagy egyáltalán hol van itt a vége? Hát eddig rajzolták le. Mióta ez az ábra elkészült, itt már valahol felfedeztek újakat, itt a csücsök vége fölött, és hát még remélik, hogy arra falra majd lesznek újabbak. Miben különböznek azok, amik így bomlanak el, úgy bomlanak el? Vannak ilyen furcsa lukak, ahol például nem látni feketéket, és így tovább. Ezeket mind érdemes meggondolni, ezeket a tulajdonságokat. Most vázlatosan lerajzoltam ugyanezt a térképet, hogy a részletek ne zavarjanak. Függőlegesen a protonoknak a száma, ezt hagyományosan nem P-vel, hanem Z-vel jelölik. Ez, ami megegyezik azzal, ami az elemnek a rendszámát jelenti. Tehát a periódusos rendszerben az, hogy ez hányadik elem. Vízszintesen a neutronoknak a száma van. A kettőnek az összege az micsoda? Az a nukleonok száma. A kettőnek az összegét a Z plusz N-et A-val szokás jelölni, és ez, amit durván úgy mondunk, hogy atomtömeg.
hogy régebben atomsúlynak hívták, és ezt szokták odaírni az atommagnak a jele mellé, amikor azt mondják, hogy 4-es hélium, az azt jelenti, hogy összesen 4 nukleonból áll. Ha az ember tudja, hogy a hélium az a 2-es a periódus rendszerben, akkor abból ki tudja számolni, hogy 2 proton van, és a maradék 2 az meg neutron. Akkor a szén 12-esről beszélünk, akkor abban 6 darab proton van, maradék 6 az pedig neutron. Most látszik, hogy itt is berajzoltam ezt a N egyenlő Z egyenest, és berajzoltam a stabil magok vonalát. Ha visszalapozunk, akkor látjuk, hogy az nem volt annyira egyenes, ez ilyen csücskös-rücskös. Hát először is ez kockás papír, azon nem lehet akármilyen egyenest húzni, tehát 32,7 protonos helyre nem lehet betenni semmit, mindenképpen rücskösnek kell lenni, de azért ez kicsit cifrább. Az ember úgy nagyjából átlagol, tekintsünk el a helyi kis zavaroktól, akkor körülbelül ezt a vonalat kapja. Ez a vonal itt véget ér. A legutolsó stabil atommag az a 209-es bizmut, abban 126 neutron és 83 proton van. Mindaz, ami annál nehezebb, az már instabil. Azt szokták mondani, hogy a periódusos rendszer az uránnál ért véget, aztán az ember folytatta. Hát ezt egy kicsit árnyalni kell. A bizmut az, ami pillanatnyi tudásunk szerint tényleg stabil, annak az atommagja. Amik itt fölötte vannak, azok instabilak, csak elég sokáig élnek, a legtöbb. Tehát, mondom, az urán, ami ott van a végén, az 4,5 milliárd évig elél. Tehát hozzánk képest élik sokáig, tehát amíg mondjuk a Föld kialakulásakor bekerült a földkéregbe, annak a fele még ott van, mert a Föld is éppen 4,5 milliárd éves, az alatt az uránnak a fele elbomlott. Tehát találkozunk ilyen elemekkel. Amik később vannak itt följebb, azok viszont már olyan gyorsan elbomlanak, hogy egy ember életén belül, vagy esetleg néhány órán, néhány percen belül elbomlanak. Hogyha mesterségesen gyorsítókban létrehozzuk ezeket az atommagokat, akkor meg lehet őket vizsgálni, de gyorsan igyekezzünk, mert olyan, mint amikor a jégből akar az ember tornyot építeni, és siessél, mert elolvad. Hát körülbelül ezek az atommagok is ilyenek. Az, hogy éppen az urán ott a vége, hát a természetes ásványokban az volt a legnehezebb atommag, amit megtaláltak, azóta csináltunk nehezebbeket is. Jó? Itt látszik, hogy a könnyű atommagok még rajta vannak nagyjából a szögfelezőn, aztán később így eltérünk. Kérdés, miért van vége? Miért nem megy itt tovább a stabil magok vonala, de egyáltalán az atommagok vonala? Erre a válasz az, amit az előbb már mondtam, az a bizonyos verseny az összetartó erők és a taszító erők között. Amikor az a bogáncs gömb összeáll, akkor mindenki belekapaszkodik a szomszédjába és vonza. Olyan, mint amikor gyerekek szoktak ilyen kupacot játszani, összejönünk, mindenki megfogja a másiknak a fülét, orrát, ruháját, és igyekeznek összetartani. Most tessék elkezdeni, hogy a gyerek körbe elkezd forogni. Akkor a szélsők egy idő után leszakadnak róla. A forgással próbáljuk most szemléltetni azt, hogy taszítás is felléphet, tehát akik nagyon messze vannak, azokat le akarja taszítani a forgás. Túlságosan nagy forgó gyerekgömböt nem lehet csinálni, mert hiába kapaszkodsz a szomszéd ruhájába, kezedben marad a ruha, és azzal együtt kirepülsz. Hát körülbelül itt is az van, hogy ha túlságosan sok részecskét rakunk össze, akkor a protonoknak a taszító ereje fog győzni, és végül is a túlságosan nagy atommag az már nem marad együtt, hiába próbálnám összezavarni őket egy kupacba, a taszító erő győz, nem bírnak annyira egymásba kapaszkodni a részecskék, ezért ér véget a periódusos rendszer itt valahol. Tessék elképzelni, milyen pehünk lenne, ha már itt véget érne. Ha erősebb lenne az elektromos taszítás, akkor nem lenne szénatom. Akkor nem lenne például alkoholmolekula, nem lenne sör. Szóval ilyen izgalmas dolgok, problémák lennének a világban. Mi se lennénk, tehát nem tudnánk ezen szomorkodni. De ezzel úgy érdemes elgondolkodni, hogy jó, hogy itt ér véget valahol. Ez az egyik kérdés, hogy miért ér véget. A másik kérdés az, hogy miért van a nagyobb magokban több neutron, mint proton? Miért ér ez a görbe jobbra ettől a szögfelezőtől? Hát nagyon egyszerű. A neutronok a vonzáshoz hozzájárulnak, a taszításhoz nem. Hogyha egy olyan csoport áll össze a nukleonokból, ahol mindenki összekapaszkodik, de csak viszonylag kevesen taszítják egymást, akkor azoknak, akik a taszításban nem vesz részt, azoknak az összetartó ereje segít az objektumot stabilizálni, míg a kevesebb proton az kevésbé bírja széttaszítani. Tehát, hogyha összeáll mondjuk 92 proton, az az uránmag, akkor ahhoz már ilyen 140-valahány neutronnak kell becsatlakozni, és azok együtt még tudják stabilizálni. 92 proton meg 92 neutron az nem tudna kötött állapotot létesíteni, mert a 92 protonnak a taszítása szétdobná a rendszert.
Vannak még olyan kérdések, hogy miért kell egyáltalán proton? Hát mennyivel stabilabb lenne az az objektum, ami csak neutronokból állna? Hát akkor nem lenne senki, aki taszítana. Erre két válaszom van, ezek egymásnak ellent mondanak, de mind a kettő igaz. Az egyik az, hogy a kvantummechanika megtiltja azt, hogy csupa egyforma objektumból építkezzünk. Pauli elvet biztos tanultátok kémiából, ugyanolyan állapotban nem lehet különböző elektronokat berakni, hát a neutronok is egyforma részecskék, azokból nehéz lenne stabil objektumot létrehozni. A részleteket persze matematikára ki kell számolni. A másik válasz viszont az, hogy van ilyen objektum, csak ott már nem csak a magerők vesznek részt az összetartásban, hanem a gravitáció is. Hogyha akkora marha nagy neutrongömböt rakok össze, ami 10 km átmérőjű, akkor az már létezik, úgy hívják, hogy neutroncsillag. Kicsit bonyolult módon lehet hozzájutni, várni kell 5-10 milliárd évet, amíg egy csillag leéri az életét, aztán felrobban, aztán összeomlik, stb. És viszont a végére ott kisül nekünk, ami ott marad, az olyan, mint egy marha nagy atommag, egy 10 km átmérő atommag, az a neutroncsillag. Tehát van olyan, ami tisztán neutronból áll, csak azt már nem csak a magerő, hanem a gravitáció is tartja össze. Na menjünk tovább. Az izotópokról beszéljük. Mi az, hogy izotóp? Szó szerint azt jelenti izosz, topoz, azonos helyen levő. A periódusos rendszer azonos kockájában levő különböző atommagokról van szó. Azt úgy kell berajzolni, hogy ugyanannyi a Z-jük. Tehát például, hogyha 6 protont veszünk, és különböző számú neutronnal rakjuk össze őket. Lehet a 6 protont 2 neutronnal, 3-mal, 4-el, 5-tel, 6-tal, és legfeljebb 16-tal összerakni. Ezek mind a szénnek a különböző izotópiai. Miért is? A kémia az elektronhéjan múlik. Az elektronhéjak azok hogy vesznek tudomást arra, hogy mi van az atommagban? Csak azt érzik, hogy hány pozitív töltés van ott benn, annak megfelelő mennyiségű elektron helyezkedik el ott a külső pályákon azért, hogy az atom kifele elektromosan semleges legyen. 6 protonhoz 6 elektron kell, függetlenül attól, hogy hány neutron van ott középen. A magfizika viszont megszabja, hogy 2-nél kevesebb nem lehet, 16-nál több nem lehet, ezt ki lehet elvileg számolni. Ezért a szénnek, aminek ugyanannyi elektronja van, tehát ugyanúgy fog viselkedni kémiailag, annak ezek a különböző módosulatai vannak atommag szempontjából, kevesebb vagy több neutronnal. Ezeket kémiailag ugyanoda kell elhelyezni a periódusos rendszerbe, mert ugyanúgy viselkednek, elektronhéjuk ugyanolyan. Ezért mondjuk, hogy izotópok. A könnyű atommagoknak viszonylag kevés izotópjuk van. Ha megyünk följebb, akkor tessék megnézni, az ólomnak a protonjainak a száma 82, míg a neutronjainak a száma 96-tól 133-ig terjedhet. Ezek mind az ólomnak a különböző izotópjai. Ha megvizsgáljuk a természetes ólmot, és megfelelő műszerekkel szétválogatjuk, megszámoljuk, hogy a különböző izotópokban mennyi van benne, akkor a jellegzetes eloszlást lehet találni, hogy a bizonyos izotópok nagyon sok, nagyon nagy arányban vannak részt, másik meg szinte csak nyomként. Az az érdekesség, hogy a világ különböző részei nem teljesen egyforma az izotóp arány. És például meg lehet bizonyos fémmintáknak az eredetét vizsgálni annak alapján, hogy megnézik az izotóp összetételét, és akkor kiderítik, hogy például ezt a fémet találtak valami ókori bronzot, ezt nem akárhonnan, hanem mondjuk a brit szigetekről hozott ónnal kalapálták össze azt a bronzot, ott bányázták az ónt, mert az ónnak az izotóp eloszlása annak felel meg, és nem Európa más bányainak. Pici a különbség, de hogyha elég ügyesek vagyunk, akkor tudjuk mérni. Az izotópok eloszlása az sok mindenen múlik. Például az, hogy milyen külső sugárzások érik azt az anyagot, mert az megváltoztatja az atomagok összetételét. A 20. század egyik legérdekesebb és legfontosabb tudományos felfedezése az volt, amikor a 60-as évek végén, 70-es évek elején emberek jártak a Holdon. Hát ők nem csak azzal szórakoztak, hogy ugrándoztak, meg zászlókat lobogtattak, meg autózgattak, tudományos vizsgálatokat is végeztek, egyebek között kőzetmintákat hoztak. És a holdi kőzeteknek a vizsgálata és a földre esett meteorokkal való összehasonlítás az izotópoknak az arányainak az összevetése, a földi, meg a holdi, meg a meteorokban levő kőzeteknek az izotópaiból, annak segítségével sikerült a tudósoknak a naprendszernek a korai történetét rekonstruálni. Például tudjuk, hogy miközben a naprendszer éppen kialakulóban volt, itt a szomszédban felrobbant egy szupernova, és annak a sugárzása elérte a félkész bolygókat, és a félkész bolygók kőzeteinek a
felszíni rétegeiben megváltoztatott bizonyos atommagokat, és így tovább. Hoznak néhány gram követ a Holdról, jó alaposan megvizsgálgatjuk, és ennek alapján 4,5 milliárd évvel ezelőtt lezajlott sztorikat lehet rekonstruálni. Sherlock Holmes irigyelhet bennünket. Nézzük tovább, ott van például az urán. Az uránnak van a 92 protonja, 125-től 150-ig terjedő neutronja, ugye ezeket össze kell adni, 92-től meg 125, tehát valahol 217-nél kezdődik a tömegszáma, és 150 plusz 92-nél végződik be. Ezek között vannak azok a nevezetes izotópok, amikkel sokat találkozunk, mert azok szoktak szerepelni a hírekbe, vagy itt például Irán, nagyon jól hangzik, Irán az uránnal foglalkozik, és akkor hogy éppen melyik izotópot óhajtja nagyobb mennyiségben összegyűjteni azzal, hogy atombombát építsen belőle. Ha az összes atommagot berajzoljuk, akkor körülbelül ezt a sárga sávot kapjuk meg. Ugye ennek a vízszintes metszetei adják meg az egyes anyagoknak az izotópiait. Tetszik látni, tehát az ólom izotópiai innentől idáig terjednek, és az összes elemnek az izotópiai ilyen vízszintes vonalacskákat adnak, és együttesen megkapjuk ezt a sávot. Ugye ezt az előbb már elmondtam, hogy a természetes elemek különböző izotópok keveréke. Én most kinagyítottam ennek az előbb szerepelt ábrának a bal alsó sarkát, ezek a könnyű atommagok. Itt oldalt fölírtam, hogy hány proton van. A nulla protonos, itt van egy objektum. Vajon mi lehet ez, ami nulla protonból áll és egy neutronból? Az maga a neutron. Azt is ide rajzolták. Ez itt, ami egy protonból és nulla neutronból áll, az a proton maga, de tudjuk, hogy az micsoda a proton, az a hidrogénnek a magja. Hidrogénnek van olyan izotópia, ami egy protonból, egy neutronból áll, az a deuteron, és látszik, hogy vannak ilyen nehezebb izotópiai is, csak azok ritkán fordulnak elő. Régi kedves ismerősünk a szén, az itt van, a hatosnál, látszik ez a több izotópia, és itt középen itt van valahol a szén 12-es, amiből a legtöbb van a testünkben. Biztos sokan hallottak a szén 14-es izotópos kormeghatározásos vizsgálatról. Hol van az? Szintén 6 protonból és 8 neutronból áll, valahol itt van, meg kell keresni, az már radioaktív, és attól függően, hogy abból mennyi van egy szerves anyag mintába, abból lehet következtetni arra, hogy mikor halt el az a bizonyos szervezet, mert amíg élt, addig a levegőből új szén 14-est vett magához, aztán később az már csak bomlott, és akkor kevesebb van, abból ki lehet számítani, hogy mikor pusztult el az illető, mikor vágták ki azt a fát, mikor került ez a csont a földbe, és abból itt sok mindent ki lehet számolgatni. Tehát ezek a nevezetes könnyű izotópok. Tessék megnézni, ez a ennek az atommag rendszernek egy későbbi része. Itt van a 61. sor, tehát a 61 protonból álló oszlop. Ebben nem találunk fekete kockát. Magyarán ennek nincs stabil izotópia. Minden izotópia bomlékony. Akárhány neutront rakok hozzá a 61 protonhoz, az mindenképpen elbomlik. Ezért ezt az elemet a természetben tartósan nem lehet megtalálni, mert elbomlik. Hogy lehet mégis megtalálni? Csak akkor, hogyha mesterségesen létrejön. Például kozmikus sugárzás hatására, vagy emberi berendezésekben mindenféle besugárzás hatására létrejön, aztán utána elbomlik. Azért is hívják prométiumnak, mert Prométheusról nevezték el, aki lehozta nekünk a tüzet az égből. Hát mi most itten 100 000-szer nagyobb, tehát 5 nagyságrenden nagyobb energiákkal játszadozunk, amikor itt az atommagokat alakítgatjuk, mint amit Prométheus csinált. A felső része ennek a táblázatnak itt tartalmazza az uránnak bizonyos izotópiait, hogy ez a 92-es sor, itt vannak ezek a nevezetes izotópok valahol. Itt az utolsó stabil. Rivendell, vagy hogy hívják, az utolsó menedékhely, azon túl már csak bomlékony atommagok vannak. Ha mást rajzolunk le az izotópok élettartamát, felezési idejét, akkor nagyon hasonló ábrát kapunk. Tessék megnézni, középen vannak, ez itt azt akarja mutatni, hogy hány másodperc a felezési idő. Nagyobb, mint 10 a 15-en szekundum. Nagyobb, vagy 10 a 10-en, stb. Ezek már 10 a mínusz 15-en szekundumhoz. Hát van, aminek meg se tudták mérni, mert olyan kicsi a felezési ideje. Középen levő atommagok nagyjából, ahol az előbb a feketék voltak, hát azok ezek itt a hosszú irattatok, és amik minél inkább a széle felé megyünk, annál rövidebb élettartamok.
Ezért gondolunk erre az ábrára úgy, mint egy térképre, ahol szintvonalak vannak. Lehet látni, a színezés az olyasmit mutat, hogy amikor a hegységeket berajzolják barnára körülött, a dombokat halványabb barnára, aztán az alföldek. Hát most ezt éppen nem hegységnek, hanem egy V-völgynek kell elképzelni ezt az ábrát, majd mindjárt lesznek olyan rajzok, ahonnan ezt látni lehet, hogy kell ezt érteni. Rajzoljuk le az atommagok kötési energiáját. Mi az, hogy kötési energia? Két objektum messzire van egymástól, és vonzzák egymást, akkor egymás felé fognak gyorsulni, tehát munkát végeznek, összetapadnak, felszabadul valamennyi energia. Ha én szét akarom szedni, akkor nekem erőlködnöm kell, tehát nekem kell munkát végeznem, hogy szétszedjem az objektumot, be kell fektetnem azt az energiát, amit ő akkor kisugárzott, amikor létrejött. Ezt az energiát meg lehet mérni, bizonyos esetekben ki is lehet elméletileg számolni, ezt hívják kötési energiának. Különböző atommagokra ezt kiszámolták, lehet látni, hogy egy kicsit cikcakos itt a görbe, de hogy egészében ezt a furcsa tendenciát mutatja. Itt már nagyon szépen simán megy. Errefele az összes részecske, tehát a protonok plusz neutronok összes száma van ábrázolva, hol nagyjából ennek a feketevel jelzett, a stabil magoknak a vonalán megyünk végig, akkor kapjuk ezt. Megmérték a minden elemnek a legstabilabb izotópjának a kötési energiát, és ezt így lerajzolták. Sokkal szemléletesebb lesz a dolog, hogyha a grafikont fejreállítjuk, és föntről lefele fogjuk mérni az energiát, akkor ez olyan, mint egy völgy. Itt a csúcs, és itt a völgynek a feneke, és ez a völgynek a feneke is szépen lassan emelkedik. A kötési energia most itt az ábrán lefelé van rajzolva, és az a stabil magok vonalán. Hát akkor ideje, hogy lerajzoljuk ennek a völgynek a térképét szintvonalasan. Húha! Ez nem tökéletes, mert ezt nem számítógép tervezte, hanem én rajzoltam csak úgy sacra, de talán lehet belőle érezni a dolgot. Ez megint az az ábra, ami vízszintesen és függőlegesen a neutronoknak, illetőleg a protonoknak a száma van lerajzolva, és a szintvonalak, azok nagyjából egyforma energiájú, egyforma kötési energiájú atommagokat akarják jelenteni. Minél sötétebbre rajzoltam, annál mélyebben vagyunk, tehát annál nagyobb a kötési energia, annál többet zuhanunk lefelé a völgybe. A völgynek a feneke itt van, itt a legmélye. A 26 protonból, 30 neutronból álló magnál, az ember megnézi, ez a vas. Ezért hívják ezt úgy, hogy ott a vastó van. A legstabilabb atommagok itt a fekete vonalnak a mentén vannak, itt van az urán is a vége felé, és azok a magok, amik ettől a vonaltól balra vannak, erre fele, fölfele, azokban több proton van, mint ami az egyensúlyhoz egészséges. Amik viszont ettől a völgy fenekétől erre felé vannak, azokban meg több a neutron, mint amennyi kéne. Úgy tessék ezt elképzelni, tehát a völgy egy ilyen keskeny mély völgy. Próbáltam háromdimenziós ábrát is szerezni, de nem sikerült. Tehát ilyen keskeny mély völgy, és egy kicsit így kanyarodik. El lehet valahogy képzelni? Holdvilágárokra meg egyebekre kell gondolni. A szélei meredeken mennek fölfelé, és az alja egyrészt kanyarodik, az adja azt az ívet. Másrészt az alja sem vízszintes, az aljának is van egy ilyen lejtése, és ezért a legfenekén ott a kis tó. Így kell ezt a völgyet elképzelni. Az atommagok ezen helyezkednek el. Úgy nagyjából ez a völgy írja az atommagoknak az energetikai viszonyait. Természetesen a részletek bonyolultak, úgy, mint ahogy egy valódi természetbeli völgy sem így lecsiszolt, szép sima falakkal, mintha nem mindenféle hücskök, meg egyebek vannak rajta. Ha a völgyre eső esik, azt mondja, az ember lefolyik, és a legmélyén, a legfenekén megjelenik. De igazából a völgy oldalán is vannak ilyen kisebb, nagyobb hepék, hupák, ott egy-egy pocsolyában megmaradhat ideiglenes, aztán később majd lefolyik. Ha valaki még pontosabb fizikai hasonlatot akar erre találni, úgy tessék elképzelni, hogy ezt a völgyet állandóan rázzák a földrengések. A kövek gurulnak le az oldalon, megülnek egy ilyen helyi kis egyenetlenségben, és ott maradnak fönn, hogy szokták ezt mondani, metastabil állapotban. Nem gurultak a legaljára, ahol a legjobban érezték magukat, a legalacsonyabb energiállapotban, fönn vannak a völgy oldalán. De hogy a völgyet állandóan rázza a földrengés, az előbb-utóbb kirázza önön őket, aztán gurulnak tovább. Ezért van az, hogy vannak olyan atommagok, amik nagyobb energiállapotban vannak, de esetleg alakulnak tovább, és akkor gurulnak lejjebb a stabil állapotok felé. Ezek a vonalak, ezek az egyforma energiás, izoenergiás vonalak. Külön lerajzolhatjuk a völgy Hotz-metszetét. Tehát, hogyha ez itt a
végig megyünk így a völgyön, és viszem a GPS-emet, és mérem, hogy milyen mélyen vagyok a völgybe, akkor pont megkapom ezt az ábrát, ez volt az előbb. És mert itt a völgynek ez a vége, ez jó magas, itt hirtelen meredeken lemegyünk a völgy fenekére, itt van a legalja, ez a vas, és onnan szépen lankásan emelkedik itt a völgy feneke, ez van ide rajzolva. Ha viszont keresztmetszetet készítek a völgyből, így keresztbe elvágom, akkor egy ilyen meredeket kapok, ugye itt van az alján ez a középső vonal, és egyik irányba itt a proton többlet irányába emelkedik a lejtő, másik irányba meg a neutron többlet irányába. Valaki itt lerajzolt nekem egy háromdimenziost, mint a mozikban a szemüveg a ruhatárba, de én nem hoztam, nem tudom mennyire látszik, én nem érzem ezt eléggé háromdimenziósnak, de ott vannak a koordináták, hát ha tessék nézegetni vagy kancsalítani rá. De ez például egy olyan ábra, mint hogy egy helikopterrel így repülnénk a völgy feneke fölött, két oldalt így emelkedik, egyik irányban vannak a protonokban gazdag, a másik irányban a neutronokban gazdag, ott messze a végén arra túl, oda még nem jutottunk el, oda a képzelt hegyek vannak rajzolva, amíg fel nem fedezett atommagoknak a birodalma. És itt mögöttem van a vastó, és mögöttem emelkedik a völgynek az eleje. Az atommagok átalakulnak. Hogy alakulnak át? Hát ezt kéne vizsgálgatni. Ezt úgy lehet lerajzolni, hogy a nukleáris völgynek a térképén valahonnan valahova elmozdulnak. Egy atommag egyik pontban volt, a térképen elmegy a másik pontba, és ezt érdemes követni. És kétféle folyamat van. Az egyik a spontán, ami magától megy, az tipikusan ugye az energetikai a kedvezőbb állapotok, mert erre gurulnak a kövek, lefelé gurulnak, ahol mélyebb az energiahelyzetük, potenciálisan kisebb, arra mennek. Tehát elsőként azt lehet megjegyezni, a folyamatok maguktól lefelé mennek, az atommagok arra akarnak elmozdulni, amire lefelé van, nem a völgybe. Voltak itt néhányan velem gradiens túrán, hát ott mindig a hegynek fölfelé mentünk, hát itt a hegynek legmeredekebben lefelé kéne menni. Vannak olyan folyamatok, amik külső energiabefektetéssel zajlanak, akkor lehet följebb menni. Ha adok neked energiát, akkor mehetsz magasabb energiaállapotba, fölgorítom a golyót a lejtőn, akkor esetleg megül egy kicsit fölöttem levő helyi rücsökbe, és akkor már is ott van, ahova magától nem mászott volna föl. Ilyen folyamatok zajlanak le akkor, amikor a részecske gyorsítókban egymásba lőnek atommagokat, és akkor ilyen nagyobb energiaállapotok is létrejöhetnek. Ilyenkor fölfelé mozdulunk. Hát akkor merre megyünk lefelé a völgybe? Azt kell megjegyezni, hát merre folyik a víz a hegyoldalba, a legnagyobb meredekség irányába. Itt a lejtő, folyhatna erre is, de nem arra folyik, így folyik. Kivéve, hogyha valamilyen szabályok megakadályoznak, például ott van egy kő, és akkor nem tud arra mozdulni, amire a lejtő a legmeredekebb, éppen ott van egy betonfal, vagy egy kődarab, vagy ott keresztbe teszem a lábam, akkor nem tud arra menni, akkor elkezdik kerülni. Ilyen folyamatokat kell majd vizsgálgatni. Tehát úgy folyik, mint a víz a hegyoldalba, ha csak valami extra szabály ezt meg nem akadályozza. Még egy ökölszabályt érdemes megint, milyen gyorsan folyik. Hát minél meredekebb, annál gyorsabban. Magyarul, hogyha a nukleáris földnek a térképén olyan elmozdulást követünk, ahol nagyon sűrűn vannak a szintvonalak, az ugye azt jelenti, hogy ott nagyon meredek a lejtő, akkor gyorsan zajlanak le az átalakulások, és ez azt jelenti, hogy kicsi a felezési idő. Mondjuk az atommagoknak a fele már egy nap alatt, vagy esetleg egy óra, vagy fél perc alatt elbomlik. Ahol laposabb a lejtő, ott esetleg évekig, vagy évezredekig szépen lassan gördülnek le a kövek, tehát akkor hosszú élettartamú rádióaktív anyagokról van szó. Hát ez a ökölszabály. Ennek a kettőnek a segítségével nagyjából lehet rekonstruálni, mi történik a völgyben. Az egyik fontos folyamat a magfúzió. A csillagok belsejében magfúzió folyik, amit így lehet leírni, hogy négy darab hidrogén atom magból, azaz protonból, hélium magok lesznek. Tudjuk, hogy a hélium mag az két protonból, meg két neutronból áll. Hát hogy lesz a négy protonból, két neutron, meg két proton? Úgyhogy egy-egy proton átalakul közben a folyamatnak a finom részletei közben, kibocsátja magából a pozitív töltését, ugye a neutron az semleges, a proton meg pozitív, pozitív töltését elviszi egy pozitronnak nevezett részecske, ami pont olyan, mint az elektron, csak pozitív, és még megjelennek ilyen izgalmas részecskék, amikről valószínűleg lesz majd itt külön előadás, a neutrinók. Egyesek hallották a múlt héten, hogy bizonyos neutrinok túllépték a fénysebességet. Mi még nem léptük túl a fénysebességet, ezért nem tudunk azonnali előadással reagálni, de az év folyamán valószínűleg ki fogunk térni arra, hogy mennyire igaz a hír és mi történik meg. Nem neutrinokról lesz szó. A delta E az mit jelent? Energiafelszabadulást. Ennek a folyamatnak a során felszabadul az energia, és
Ez bocsátja ki a nap. Ezt használjuk még ki a Földön. Rajzoljuk le itt a nukleáris völgyben. Itt van a hidrogén. Oda rajzolták. És itt a hélium, tessék megnézni. Egy ilyen helyi völgynek a mélyén van. Amikor a hidrogén magból hélium mag lesz, akkor onnan leesünk, hát ezt csak nagyon ügyes sielők tudják megcsinálni. Ilyen meredek lejtőn hirtelen leereszkednek. Ott van fönn a hidrogén, itt van lenne a héliumnak a magja. Ekkora nagy ugrás. Hát majdnem egy ugrással leértünk a völgynek a fenekére. Tessék érezni, ez kb. 80% a völgy teljes mélységének. Az első lépés, ez a magfúziós folyamat, ami a napban lezajlik, ami a hidrogénből héliumot csinál, az a lehetséges felszabadítható energiának a nagy részét már is felszabadítja. Nem véletlen, hogy a csillagoknak a nagy része ezzel a folyamattal foglalkozik, és ezt csinálja évmilliárdokon át, hidrogént héliummá alakít át. Mindig azt mondják, hogy éget, de ennek az égéshez semmi köze. Azok a csillagok, amik így viselkednek, ezeket szokták a csillagászok fősorozatbeli csillagoknak nevezni, és azok, amik már elfogyasztották a hidrogént, azok ráfagyarodnak a sokkal kevésbé energiadús egyéb táplálékokra, és abból fedezik a sugárzásukat, azok hamarabb el is fogyasztják, és azok mindenféle bonyodalmakkal, mindenek az nem olyan egyszerű dolog, mint ennek az égetése. Hogy történik ez a folyamat? Két proton találkozik egymással. Most képzeljük, hogy két lassú proton találkozik. Jönnek és találkoznak. Hát a fenét találkoznak. Az elektromos taszítás miatt jól elkerülik egymást. Megint tessék a bogáncsokra gondolni, amik ráadásul még elektromosan taszítják egymást. Nem kerülnek elég közel ahhoz, hogy észrevegyék, hogy rokonszenvesek egymásnak. Már messziről eltaszítják egymást. Ezért nincs a Földön magfúzió. Rengeteg hidrogén van mindenkinek a lufiába, és mégsem történik a magok között. Magfúzió, egyszer nem kerülnek egymáshoz annyira közel, hogy elkezdhetnének barátkozni. Hogy lehet egymáshoz közel küldeni őket? Úgyhogy gyorsan mozgatjuk őket. Ha elég gyorsan mozognak, akkor is eltaszítják egymást, de a pályájuk jóval közelebb kerülhet egymáshoz, és ha szerencsénk van, akkor elég közel mennek, aztán összetapadnak. Hogy kell gyorsan mozgatni a részecskéket? Két lehetőség van. Egy részecskét mozgatunk gyorsan, ezt a fizikusok úgy csinálnak, hogy építenek részecske gyorsítót. Másik lehetőség, hogy az összes részecskét gyorsan mozgatjuk, azt meg úgy hívjuk, hogy meleg van. Akkor mozog az összes részecske gyorsan. A nap belsejében a gravitációs erő összehúzza az anyagot, a belsejében jó meleg lesz, a nap belsejében 14 millió fok van. Ott gyorsan mozognak a részecskék, és ott elég közel kerülnek egymáshoz, hogy találkozhassanak. Itt, hogyha a Földön utánozni akarjuk a napban végbe menő folyamatokat, akkor egy kicsit bonyolultabb a dolog. Nekünk a 14 millió fok nem elég, nekünk 100 milliót kell csinálni. Most ugye a dollár meg a fok az mindenféle viszonyban van egymással, tehát a 100 millió fok tartós megcsinálásához több 100 milliárd dollárra van szükség. Épül már Franciaországban az első olyan reaktor, ami valószínűleg már energiatermelésre is alkalmas lesz, bár ez még csak kísérleti reaktor. 50 éve ígérik a magfúziónak a földi megvalósítását szabályozott körülmények között. Nem szabályozott körülmények között megvalósították hidrogénbombába, de egy pillanat alatt megcsinálta ezt. De úgy, hogy ez tartósan erőművileg működjön, azt mindig azt mondták, hogy 30 év múlva meg lesz. Ezt mondták 50 éve, és most is ezt mondják. Lehet, hogy a ti felnőtt korotokban is azt fogják mondani, reméljük, hogy nem. Ha meg lesz, akkor nagyon jó. Erről külön előadás volt, többször is volt már magfúziós előadás. Akit ez érdekel, az megtekintheti itt az Atomcsillag archívumában a korábbi előadásoknál. Hát így történik a két protonnak az egyesülése. Mi lesz a két protonból? Melyik atom mag? A héliumnak a kettes izotópia, két proton, nulla neutron. Az a baj, hogy ilyen nincs. Ha visszalapozunk oda a táblázatba, akkor látjuk, hogy ilyen állat nincs. Magyarul a két proton hiába kerül egymáshoz annyira közel, hogy összetapadhatnának, mégsem teszik. Pech. Hát akkor mi történik? Segít nekünk a gyenge kölcsönhatás, az a atommagok, ugye beszéltük, hogy a részecskéket az erős kölcsönhatás köti össze, van egy másik alapvető kölcsönhatás a fizikában, meg ugye a harmadik az elektromágneses, de ez a gyenge kölcsönhatás, ez a béta bomlásra és egyéb ilyen bomlásokkal kapcsolatos folyamat. Ennek az egyik megvalósulási folyamata lehetne az, hogy a proton elbomlik úgy, hogy neutron lesz belőle, meg kibocsátja azt a pozitront, és kibocsát egy neutrinót. Ez a folyamat
energetikailag kedvezőtlen, ezért csak nagyon ritkán megy végbe. Egy proton időnként csinál ilyet, de nem nagyon szereti ezt tenni. Egy proton átlagosan 1 millió évben egyszer gondol arra, hogy ő még ilyen folyamatban is részt vehetne. Tessék elképzelni, a napban ütköznek, hogy elég sűrűn vannak a protonok, másodpercenként több billió ütközés van ott. Egy-egy protonnal átlagosan 1 millió évenként az történik, hogy hát éppen ilyen folyamatban vesz részt. Rajzoljuk le. Megy a proton, és egyszer csak fogja magát, és így háromba bomlik. Lesz belőle neutron, elmegy a pozitron, meg a neutrinó. Ha éppen ebben a pillanatban találkozik egy másik protonnal, akkor a proton meg a frissen létrejött neutron össze tud tapadni, és lesz belőle egy deuteron. Tehát ez micsoda? Ez a hidrogénnek a kettes izotópja, meg a magja egy proton, egy neutron. Ehhez az kell, hogy éppen akkor találkozzon azzal a másik részecskével, amikor ő éppen úgy döntött, hogy átalakul neutronnál. Ez ritkán történik meg, tehát ez a folyamat nagyon ritkán megy. Szerencsére a nap marha nagy, ezért annak ellenére, hogy egy-egy ilyen folyamat ritka, azért másodpercenként nagyon sok ilyen folyamat lezajlik, mert ez az a lépés, ami termeli a napban az energiát. A későbbiekben az történik, hogy ezek a deuteronok egymással reagálnak és alakulnak tovább, és abból lesz végül a hélium, tehát amit az előbb leírtam egy reakcióval, hogy végül hélium lesz belőle, az több lépéses reakció sorozatban megy végbe, ez az első reakció, és ahhoz kellett ez a várakozás, hogy amikor ez a proton éppen olyan úri kezdvében van, hogy átalakul, akkor össze tudnak alakulni. Ezt úgy lehet elképzelni, mintha lenne itt egy nagy tartály, és rengeteg energia szabadulna föl, hogyha itt a vizet leeresztenék, de oda tettek egy biztonsági szerepet, jól rácsavarták, és csak szépen lassan csöpög. Ha nem lenne a biztonsági szerep, az egész lezúdulna, mint a vécétartályban egy pillanat alatt. Magyarul a csillagok nem léteznének, mert a csillagoknak az üzemanyaga egy pillanat alatt átalakulna héliummá, az egész gázgömb fölrobbanna, szétszórna az anyagát, így viszont, hogy egy biztonsági szerep van rajta, és szépen adagolja a hidrogént, ezért ez a csillag, ez ahelyett, hogy bomba lenne, ehelyett egy szépen duruzsuló kandallókhoz hasonlít, és évmilliárdokon át melengeti mellette egy langyos bolygónak az óceánjában az amőbákat, hogy később aztán fizikusokká és csillagászokká serdüljenek, fölnézzenek az égre, és megpróbálják rekonstruálni a történetet. Jó, tehát ez nagyon szerencsés dolog. Érdekes, hogy amikor már a deuteron létrejött a további lépéseknél, már nem 1 millió év a karakterisztikus idő, hanem 10 a mínusz 10 másodperc, azok már nagyon gyorsan zajlanak le ezek a folyamatok, ott már nem kell a gyenge kölcsönhatás, az már az erős kölcsönhatás szabályozza, az már nagyon gyors. Tehát ez volt a magfúzió. Most beszéljünk a radioaktív bomlásokról. Radioaktív bomlások abban különböznek, hogy kis lépésekkel haladunk a nukleáris vöjnek a lejtőjén a stabilitás irányába. Az egyik lehetséges verziója ennek az, amikor túl sok nukleon van a magban. Valahol ott a teteje felé vagyunk a rendszernek, ekkor azt mondjuk, hogy alfa bomlás lesz. Állítólag lejárt az időm, de anyag még van, tehát én ezért mondom, aki el akar menni az magatért. Az alfa bomlásnál az történik, hogy a magból már egyszer lerajzoltam, hogy a bogácsból kimegy 2 neutron és 2 proton, tehát 2-vel csökken a protonok száma a Z, és 4-jel csökken az összrészecskéknek a száma, és ami kiment, az a héliumnak a 4-es magját alkotja. Ez a rajz már egyszer szerepelt. Rajzoljuk le, hogy hogyan néz ki ez azon a bizonyos térképen, a nukleáris földnek a térképen. Itt van röviden ez a koordinátorrendszer, itt volt egy N neutront és Z protont tartalmazó mag, 2-vel balra, 2-vel lejjebb mentünk, 2-vel csökkent a protonok száma, 2-vel a neutronok száma, és ebből az atommagból, ami itt szerepelt, ez lett. Azért így mennek el, mert az alfa részecskék erősen kötött objektumok. Mi történik akkor, hogyha máshol vagyunk ennek a völgynek a falán, hogyha túl sok a proton, vagy túl sok a neutron, akkor olyan bomlás lesz, aminek az a neve, hogy béta bomlás. Ha túl sok a neutron, akkor a neutron, egy darab neutron fogja magát, és átalakul protonná, ezt is a gyenge kölcsönhatás írja le, hogy a neutron az semleges, lesz belőle egy pozitív proton, meg egy negatív elektron, meg egy antineutrino. Hogyha az atommagban történik, akkor az atommagnak az egyik neutronjával lesz ez, akkor az összrészecske szám ugyanannyi, mert a protonokat meg a neutronokat össze kell adni, egy neutronból proton lesz, akkor az A, az atomszám nem változik, de a protonok száma egyel nő. Hogy tudom ezt lerajzolni? Itt volt az N neutronból és Z protonból álló mag,
Most egyel több lesz a protonok száma, tehát fölmenjünk, és egyel kevesebb a neutron, hogy balra fölfelé mozdultunk el. Ezt hívják bétabomlásnak, mert amikor ezt felfedezték, akkor még nem tudták, hogy micsoda, és az egyiket elnevezték alfának, a másikat bétának, aztán később rájöttek, hogy akkor elektronok repülnek ki. Egy ideig azt hitték, hogy az elektron felhőből repülnek ki az elektronok, aztán rájöttek, hogy a magból repülnek ki. Akkor azon töprengtek, hogy a magban vannak elektronok. Ma már tudjuk, hogy nincsenek a magban, hanem abban a pillanatban ezzel a folyamattal keletkeznek ott az elektronok, azzal, hogy a neutron átalakul protonná és elektronná, az elektron kirepül a magból, ez a béta bomlás. Béta mínusznak szokás mondani, mert negatív töltésű az, ami kirepül. Ha túl sok a proton, akkor ennek a fordítottja megy végbe, egy proton alakul át neutronná, és akkor az meg egy jobbra lefelé menő lépést jelent itt ezen az ábrán, ezt béta plusz bomlásnak hívjuk, mert ami kirepül, az meg egy pozitron. Pozitron emisziós tomográfiáról majd külön lesz egy előadás. Hol fordulnak elő ezek? Itt az ábrán tessék jól megnézni. Az alfa bomlás valahol itt ennek az egész ábrának a jobb felső sarka környékén fordul, ahol túl sok a részecske, erre fel akarnak legurulni. Ha túl sok a proton, akkor itt vannak, és erre fele mennek. Ha túl sok a neutron, akkor itt vannak, és arra fele. Mindenki igyekszik a völgy feneke felé, mint ahogy a víz folyik le a völgybe. Ezzel az egyszerű hasonlattal jól meg lehet érteni, hogy melyik atommag milyen bomlásokra hajlandó. Ezt az ábrát tessék alaposan megjegyezni. Van még egy gamma bomlás, egy gamma sugárzás, az nem ilyen típusú részecské kibocsátást jelenti, hanem egy-egy atommag, amikor valahogy úgy kell elképzelni, hogy rezegne, nagyobb energiájú állapotban van, akkor lemegy egy kisebb energiájú állapotba, és kibocsát egy fotont, egy erős gamma fotont, olyan, mint a röntgen sugárzás, csak még rövidebb a hullámhossza, de nem változik se a protonok, se a neutronoknak a száma. Ez a harmadik sugárzás, amit annak idején a rádióaktivitás felfedezői észrevettek. Vannak összetett reakciósorok. Tessék elképzelni, ott egy nehéz atommag alfa bomlással erre megy. Hát az még mindig túl nehéz, hát akkor egy újabb alfa bomlás következik. Meg egy újabb alfa bomlás. És azt vegyétek észre, hogy azzal, hogy erre fele mennek, ezzel távolodnak a völgy fenekétől. Gurulnak lefelé, de nem arra, hogy nekik erre kéne menni. De mivel hogy kettőt tudnak csak balra a kettőt lefelé lépni, ide mennek. Hát akkor jön egy kis korrekciós lépés, és elindulnak arra. Mi történik? Három alfa bomlás követett egy béta bomlás, akkor közelebb kerültek oda. Hát még mindig túl nehéz atommag bomlik erre tovább. Akkor megint követi egy béta bomlás, na még egy béta bomlás. Lehet érezni? A bonyolult atommagoknak a termékei, amivé átalakultak, azok is radioaktívak, és azok is kibocsátanak sugárzást, és ezzel az ábrával lehet követni, persze pontosan le kell rajzolni a megfelelő kockás papíron, hogy melyik merre felé megy. Ez ugye annyiban elnagyolt, hogy sokkal kisebbek lennének a kockák, hogyha pontosan rajzoltam volna, és akkor nem lehetne látni a részleteket, de így a sémát lehet talán érezni. A pirosak az alfa bomlások, és az zöldek a béta bomlások. Lehet elágazás is, hogy ugyanaz az atommag úgy folytatja, iráig egy alfa bomlás, még egy alfa bomlás, és most akkor jött egy béta, még egy béta, de ugyanaz az atommag, a magoknak egy része az bétabomlást szenvedett, a másik része alfabomlást. Ugyanonnan két fele lehet tovább menni, elágazó utak vannak, és akkor ilyen bonyolult reakcióláncok is végbe mehetnek. Ezt mind feltérképezték a fizikusok, lerajzolták, melyik milyen valószínűséggel megy, és így tovább. Hogyha rárajzoljuk oda a domb oldalára, akkor ott lehet követni a részleteket. És van egy még durvább dolog, mint ezek a folyamatok, ez pedig a maghasadás. Maghasadásnál azt történik, hogy nehéz mag már annyira túlságosan nehéznek érzi magát. Nem kibocsát egy kis darabot, hanem egyszerűen fogja és ketté válik. Ha ketté válik, az hogy kell lerajzolni az ábránkon? Ott volt mondjuk a 235-ös urán, itt. Ha elfelezzük, akkor a neutronok számát is felezni kell, meg a protonok számát is felezni kell. Magyarul össze kell kötni az uránnak a pontját az origóval, és ennek az egyenesnek megkeresni a felét, és ott lesz a fele, ez a fél urán. Hát most olyan anyag nincs, hogy fél urán, de ez valahol itt kell lenni. Tessék észrevenni, hogy mivel hogy ez az egyenes, ez húrja ennek a görbének, itt kivitt messzire a neutron többletes magoknak az irányába, és ezért ezek úgy érzik, hogy nekik sok a neutronjuk, ezért béta bomlással elkezdenek rohanni lefelé a lejtőn. Ezért van az, hogy a maghasadásnak a termékei azok mind ilyen nagy neutron többletes magok, és ezek
béta bomlással bomlanak, igen gyorsan, mert a meredek lejtőn vannak, és ekközben rengeteg energiát termelnek, erősen radioaktívak. Jóval radioaktívabbak, mint maga az urán. Az urán maga az ilyen lapos lejtőn volt, hát ott bomladozott, nem beszéltünk rá, 4,5 milliárd éves a felezés ideje, ezeknek jóval nagyobb. Tehát a maghasadás termékei jóval veszélyesebbek, mert nagyon intenzív radioaktív sugárzást bocsátanak ki. Ezért van mindig gond az atomerőműveknek a kiégett fűtőelemeivel, azok teli vannak az ilyen magokkal, amik a maghasadásnak a termékei, és ezek radioaktívak, veszélyesek, és vigyázni kell rájuk. Ezen az ábrán is látszik, hogy ha az uránt összekötöttük az origóval, megkerestük a felét, hát itt kint vagyunk a völgy oldalán, és onnan szeretne oda a központra begurulni az a részecske. Ha megnézzük a valódi maghasadási folyamatokat, nem az történik, hogy pontosan felébe fűrészeli az atommagot, hanem hogy körülbelül, mint amikor oda csapom a krumplit a falhoz, és ketté törik. Hát most akkor körülbelül a felére, de hol az egyik lesz nagyobb, hol a másik. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül egy atommag keletkezik. Több különböző atommag keletkezik, amik mind itt középen vannak. Körülbelül az uránnak a felénél, de ott egy kicsit jobbra van. Ezek mind rádióaktívak, látszik, hogy mind kint vannak az oldalon, a völgynek ezen a meredek oldalán, és mind oda mennek befelé. Ez az anyag, ami a maghasadás után visszamarad, ez nagyon furcsa. Tessék elképzelni, minden atomja más. A szomszéd atomok egészen különböznek egymástól kémiailag, hiszen a periódus rendszer különböző oszlopaiban vannak, de úgy össze vannak keverve, egyik atom ilyen, másik atom olyan. Azt nem lehetne egy fakanállal annyira összekeverni. Ezért nagyon nehéz ezeket kémiailag szétválogatni, és azok a bizonyos reprocesszáló berendezések, amik a kiégett fűtőelemeket feldolgozzák, azok kémiailag is nagyon bonyolult berendezések, hogy ezeket az anyagokat megfelelően, ami kell belőle, szétválogassák. Jó, ezek mind radioaktívak, erre tessék vigyázni, és hőt termelnek. És még egy érdekes dolog, amikor az urán ketté hasad, akkor létrejönnek ezek a félmagok, de a széthasadáskor létrejön még 2-3 magányos neutron is. Ez a kulcs szó a későbbiekben. Nem elég az, hogy ketté hasadt a mag, még a törmelékek is ott vannak, és azok a törmelékek azok nagyon alkalmasak, sok minden izgalmasra. Egy pillanatra beszéljük meg, hogy miért termel hőt a radioaktivitás. Ha legurulunk a völgy lejtőjén, akkor felszabadul az energia. Milyen formában szabadul fel az energia? Vizsgáztattam nemrég ebből, és kérdeztem, és azt mondták, hogy hát radioaktív formában. Na de konkrétan mit jelent az? Tessék megjegyezni, hát mozgási energia. Azok a részecskék gyorsan mennek. Sok energiát kaptak, szaladnak. No de, hát szaladnak. Ott vannak a környéken a többi atomok. Nekiütköznek az egyéb más atomoknak lögdösik. Ha valaki a tömegben nagyon gyorsan szalad, akkor előbb-utóbb le fog fékeződni, miközben a tömeg elkezd izegni, mozogni. Ezt hívják ekvipartíciónak. Tehát szétosztódik az energia előbb-utóbb. Ha sok részecske keletkezik, amik gyorsan mozogtak, akkor előbb-utóbb az egész közegben mindenki gyorsan fog mozogni, tehát meleg lesz az a közeg. Ha nem hűtjük, akkor akár meg is olvadhat. Pusztán a radioaktivitásától, a saját radioaktivitásától. Föld belsejében radioaktív anyagok így hőt termelnek, a föld belseje ezért folyékony, egyrészt a nagy nyomás miatt, de másrészt azért meleg és azért folyékony, mert a radioaktív anyagok hőt termelnek. Ez előfordulhat akkor is, amikor nekünk vannak radioaktív anyagaink, tehát vigyázni kell. Például a legutóbbi fukushimai balesetnél voltak olyan kiégett fűtőelemek, amiket hűteni kéne, mert radioaktívak voltak, elfolyt a víz, nem hűtötte semmi, a levegő az hőszigetelő, akkor benne maradt a hő, és megolvadtak ezek a csövek, ami aztán már elég nagy baj, mert akkor már sokkal nehezebb volt őket kezelni, és kiszabadulhatott belőlük radioaktív anyag. Tehát lényeg az, hogy a hőtermelés az mozgási energia formában jelenik meg, a radioaktív energia, és a közeg ettől melegszik. Ezért kell vigyázni ilyenkor. Na, a maghasadásnak van egy érdekes formája, akkor olyan nagy atommagunk van, ami már magától fogja és széthasad. Itt messze az uránon túl, úgy hívják azokat, hogy transzuránok, amik az uránon túl vannak, ott van például egy nevezetes maga, kalifornium, ezt is gyorsítóba állították elő mesterségesen, aztán a csillagászok megtalálták a távoli szupernováknak a színképében megtalálták a kaliforniumnak, mint atomnak a színképét, tehát a szupernova robbanáskor is létrejön egy ilyen. Ez arról nevezetes, hogy spontán ketté hasad.
Tehát valahol itt középen megjelennek az ő termékei. Nem kell semmit se csinálni, ez egy olyan maga, ami olyan túl nagy, hogy inkább osztódik, mint egy amőba. Jó, így ketté hasad, és itt vannak ezek a termékei. 60 napos felezési idővel, és ezt lehet követni a távoli csillagokban is, hogy pontosan megfelelő ütemben csökken a sugárzása. Az általunk ismert nevezetes urán az nem spontán hasad. Az uránmag nem stabil, de alfa bomlással bomlik, már beszéltünk róla, hogy szép lassan, 4,5 milliárd éves felezési idővel. De hogyha megpiszkálom, akkor hajlandó hasadni. Most ezt megpróbáltam lerajzolni, hogy kell megpiszkálni. Itt egy uránmag. Neki lövök valamit. Ha protont lövök neki, akkor taszítja, az elkerül messzire, protont nem érdemes lövöldözni. Lőjünk neki egy neutront, a neutron az semleges, azt nem taszítja, neki megy. Meglöki, tessék elképzelni, elkezd így rezegni. Itt volt a golyó, mint amikor egy lufit, vagy mondjuk szappanbuborékot fújt, az ember is megböki, akkor az így elkezd rezegni. Hát lerajzoltam, hogy rezeg. És egyszer csak befűződik ennyire, és fogja, és ketté válik. Ennek a részleteit természetesen bonyolult leírni, de körülbelül valami ilyesmi történik, és látszik, hogy hát nem mindig egyformára válik, és plusz itt még megjelent 2-3 szabad neutron. És hova? És plusz energia. Az energia az úgy jelent meg, hogy ezek a bomlás termékek röpülnek szana szét. A 2-3 extra neutron és a sok energia is ott megjelent. Mi lesz azokkal a neutronokkal, amik itt keretkeztek? Hát egyrészt kirepülnek a vizsgált berendezésből, elmennek a csodába. Másrészt elnyerődnek egy másik atommagba, és azt mit csinálnak azzal? Azt egyel följebb viszik, vagy egyel jobbra viszik ott az ábránkon, ugyanannyi proton lesz benne, de egyel több neutron. Azt lehet, hogy akkor éppen rádióaktív lesz, és az továbbá rádióaktívá válik. És az izgalmas dolog az, hogyha, nem tudom mennyire látszik, neki mehetnek megint egy másik atommagnak, és ott újabb magasodást válthatnak ki. Hiszen azzal kezdődött a folyamat, hogy megpiszkáltuk az uránmagot egy neutronnal. Széthasadt, keletkezett 3 neutron. Hát azok megpiszkálhatnak 3 újabb atommagot, azok megint meghasadhatnak, azok már 9-et fognak piszkálni, egyre jobb, ez a láncreakció. Mi ezt nem szeretnénk, hogy ez történjen, mert akkor elszabadul a dolog, és egyre többen csinálják. Az lenne a jó, hogyha egy neutron piszkálás hatására a felszabaduló 3 neutronból mondjuk 2 elnyelődne, és egy megint piszkálna, egy megint meghasítana egy újabb magot, akkor az ott felszabaduló neutronokban megint pont egy menne tovább hasítani, akkor ez egy kontrollált reakció lenne, szépen egyenletesen menne a dolog. És ezt a két dolgot szoktuk megvalósítani. Az egyik esetben spontán hagyjuk a láncreakciót megszaladni, másik esetben viszont szabályozni óhajtjuk. A szabályozás történik az atomerőművekben. A láncreakció, mit jelent az, hogy láncreakció? Hogy ugye egyre több. Az egyre több azt jelenti, hogy végül már makroszkopikus mennyiség. Mi az, hogy makroszkopikus? Az, hogy nem mikroszkopikus. Nem egy-egy atommal történik valami, hanem anyagoknak a kilóival. Grammok vagy kilogrammok vannak ott az erőműben, és azoknak az összes atommagjával, az magoknak jelentős részével történik valami. Tehát a felszabaduló energia már nem az az iciri-piciri 10^-valahányadikon zsúl, hanem olyan, amit már el lehet vezetni, föl lehet használni emberi használatra. Tehát ez az ötlet jutott eszébe valamikor a 30-as években Szilárd Leónak, hogy ha a maghasadás újabb neutronokat termel, akkor ezt fel lehet használni láncreakcióra, és a láncreakciót egyrészt szabályozni lehet, másrészt pedig hagyni elszabadulni, akkor viszont pusztítóvá válhat. Tehát az az ötlet, hogy használjuk energiatermelésre, vagy pusztításra. Itt lerajzolta valaki nagyon szépen, látható, hogy ezek a törmelékmagok ezek egészen trütyisan törötten néznek ki. Természetesen az ördög a részletekben lakik, tehát a folyamatnak a megvizsgálásához szükség van bizonyos kisebb problémáknak a megoldására. Először is kiderült, hogy az urán ugye különböző izotópoknak a keveréke, a 235-ös izotóp, tehát amelyben a 92 proton mellett pont annyi neutron, vagy összesen 235 legyen a nukleonok száma, az hajlandó hasadni. De ez csak kis százaléka a természetes uránnak. Szóval mennek a neutronok és keresgélik, hogy melyik az a maga, amiket hasítani kéne. Tipikusan nem ez történik, hanem elnyerődnek egy 238-as uránmagban, aztán kész. Akkor már ők már nem tudnak tovább hasítani. A neutronok, amikor keretkeznek, tehát kirepülnek ott az előbb látszott a láncreakció termékei között, akkor őnek is nagy energiájuk van, és gyorsan mozognak.
A neutronok, amikor neki mennek egy atommagnak, akkor bizonyos valószínűséggel végrehajtják azt a hasítást. Kiderült, hogy minél kisebb az energia, van egy kellemes energiatartomány, amelyben nagy valószínűséggel hasítanak, csak ők éppen nem annyival mennek, hanem gyorsabban. Az ember akkor látja szépen a természetet, hogyha gyalogol, Jaguárból száguldva ez nem egészen sikerül, hát le kell lassítani a Jaguárt, tehát a neutront is le kell lassítani. Most ennek a problémának, ennek a két problémának két megoldása van, és majd látni fogjuk, tehát még egyszer lerajzoltam, ha lassú neutron jön, akkor az elhasítja az atommagot, de azok, amik keletkeznek, azok gyorsak. Tehát ez egy lassú neutron volt, ami kirepülnek gyorsak. A gyorsak is hasítanak, csak kicsi a valószínűsége. Hát ha kicsi a valószínűség, akkor mit kell csinálni? Ha kicsi a lottonyerés valószínűség, akkor vegyünk 3 millió lottószervét. És abban már nagyobb eséllyel fogunk nyerni. Tehát az egyik lehetőség az, hogy nagyban játszunk, brute force módszereket alkalmazunk, erőből neki megyünk a dolognak. Hát az egyik megoldási lehetőség a brute force. Használjunk sok anyagot. Vegyünk nagyon sok uránt, ez drága, de hát Istenem, a háborúban kezdték ezt vizsgálgatni, akkor katonai kiadásokra volt pénz. Ráadásul dúsítsuk. Dúsítani kell az uránt. Mit jelent az, hogy dúsítás? Szét kell válogatni a különböző izotópokat, tehát olyanná kell tennünk a vizsgált anyagunkat, hogy több legyen benne az a 235-ös izotóp, mint az eredeti uránban. Ez nehéz. Miért? A legtöbb ilyen anyag szétválogatási módszer az kémiai eljáráson alapul. Különbözőképpen reagáló anyagokat másképp tudom választani. Egyiket feloldja a sav, azt kiveszem, a másik ott marad, és így tovább. Na, de hát az egyik urán meg a másik urán az tök egyformán viselkedik kémiailag. Hát kémiailag nem nagyon tudom őket szétválasztani. Mi a különbség? Hát valahol mélyen az atommagban van. Kifelé ez úgy jelenik meg, hogy nem teljesen egyforma az atomoknak a tömege. És ezért például fizikai módszerekkel, centrifugálással szét tudom válogatni, a nehezebbek jobban kimennek, a kevésbé nehezek, az kevésbé mennek ki a centrifugába. Csak marha pici az a különbség. Hát a 238 meg a 235 között százaléknyi a különbség. Csak a rengeteget kell piszkálni, hogy az a százalék az erős legyen. Ezért mit kell csinálni? Ultracentrifugákat kell venni, és abban jól megpörgetni az uránt. Most az uránt azt nehéz így szétválogatni, hogyha fém állapotban van. Ezért például azt csinálják, hogy egy olyan vegyületbe viszik át az uránt, ami gáznemű. Uránhexafluorid, az gáz. És azt a gázt viszik be a centrifugába, és pörgetik, és ami a szélén kimegy, abban egy picivel több most már a nehezebb urán, mint a könnyebb. El lehet képzelni? Elég macerás a dolog. Sok napig, óráig kell járatni a centrifugákat, sorba kapcsolt centrifuga láncok. Talán hallották, hogy a múltkoriban Irán 3000 centrifugát vásárolt. Biztos mosni akartak. Szóval valami ultracentrifugát másra gyakorlatilag nem lehet használni, mint atombombához való urándúsítására. De ők nem azt akarták, ők csak kísérletezni akarnak. De volt pénzük éppen centrifugára. Tehát vannak ilyen módszerek, ezeket mind a háborúban fejlesztették ki. Fizikai módszerek nehezek és bonyolultak, és annyira sikerül velük földúsítani, hogy a 1-2 százalékról 80 százalékra föl lehet dúsítani a 235-ös uránt. Tehát akkor most már van egy olyan anyagunk, amiben már sokan hasadni képes urán, és abból is egy jó nagy darabot veszünk. Megint lerajzoltam. Tessék, elkezdeni, itt van egy kis darab urán. Bejön a neutron, hasítja. Szétrepülnek a neutronok, és kirepülnek az anyagból. Kész. Itt már csak levegő van, ott már nincs urán. De ha veszek egy nagy darab uránt, akkor ott nézzük meg a folyamatot. Itt történik a hasítás, háromfele repülnek a neutronok, ez például elnyelődött itt egy másik atommagban. Ez kiment a mintából. De ez véletlenül éppen talált magának egy hasítani való magot, megint hasítja, megint szétrepül három neutron. Abból egyik elnyelődött itt, a másik kirepült, de ez a harmadik, ez megint talált egy hasítani való magot. Lehet érezni? Hogyha elég nagy a minta, akkor egyre több neutron talál magának hasítani való magot, még akkor is, hogyha egy-egy hasításnak kicsi a valószínűsége, mert a gyors neutronok kis valószínűséggel hasítanak. Sok ló disznót győz alapon, ha elég nagy urán darabot veszünk, amiben ráadásul jó sok a 235-ös hasadni képes urán, akkor előbb-utóbb megindul a láncreakció. Hát ezt a módszert használják, mi kell ahhoz? Elegendően nagy tömegű anyagot kell összerakni. Ezt hívják kritikus tömegnek, és én nem csillaggal szokás jelölni.
Ez a urára néhányszor 10 kiló. Attól is függ persze, hogy mennyire van dúsítva. Először nagyobb anyagtömbök voltak, aztán most már mindenki hallotta rémfilmekben, ilyen aktatáskába cipelt atombombákról. Hát ugye azok olyan kiló, 10 kiló nagyságrendű urán tudnak tartalmazni, azok már alkalmasak arra, hogy meginduljon a láncreakció. Jó, hát hogyha együtt van a kritikus tömeg, akkor megindul a láncreakció. De miért nem robban fel a laborba a berendezés, akkor csinálják. Az a trükk, hogy összegyűjtenek annyi anyagot, amennyi a láncreakcióhoz kell, de nem rakják egybe, hanem két fele rakják. Ezt úgy szokták lerajzolni, hogy veszünk két fél gömböt, ami külön-külön kisebbek, mint a kritikus tömeg. Teszünk mellé egy kis puskaport, fölrobbantjuk, egymásnak lövik a két fél gömböt, és amikor összeért a két fél gömb, az együtt már nagyobb, mint a két M az már nagyobb lesz, mint a kritikus tömeg, és akkor már megindul a reakció, és fölrobban az egész. Na most ezt biztosan nem így csinálják a katonák, mert hogyha összelövöm a két fél gömböt, és megindul a robbanás, az szétdobja a két fél gömböt, és akkor nem ez történik. Hosszú ideig titkolták, hogy hogy csinálják, aztán kiszivárgott az egyik módszer, ez az ágyúcső módszer. Az urán az fém, tehát ilyen fém alakban egy csövet készítenek belőle, és készítenek egy másik fém rudat, ami pont beleillik a csőbe. És emögé tesznek ott puskaport, bombába, és az belövi oda, és akkor azt ott nem tud könnyen kiesni, vagy szétesni, mint hogyha a két fél gömböt nyomnám egybe, akkor már együtt van egy nagy henger, ami már meghaladja a kritikus tömeget, és akkor megindul a reakció. Szoktak hozzátenni neutron gyutacsot, olyat, hogy valami olyan anyagot, ami neutronokat bocsát ki magából, hogy a kezdetben, amikor még nem volt csak a láncreakció, akkor is legyen elég neutron. Egy másik ötlet meg az volt, hogy a neutron, vagy az urán gömböt körbeveszik lőportöltetekkel, azokat egyszerre felrobbantják, és akkor ez így összenyomja az anyagot. Ha összenyomja, akkor sűrűbben helyezkednek el a magok, és akkor már megindulhat, tehát látszik, hogy összenyomódott kisebbre és sűrűbbre, akkor megindul a láncreakció. Ugye ez az kell, hogy nagyon pontosan egyszerre robbantsuk fel azokat a töltéteket, nem nagyon ferdén nyomják, mert akkor szétrepül az egész. Amikor Los Alamosba kísérletezgettek az atombomba készítéssel, utóbb aztán a tudósok megírták az emlékirataikat, mesélték, hogy a fejük fölött időnként átrepült egy rosszul sikerült töltet, így be akarták robbantani, hogy explózióját, implóziónak hívják, berobbantják. De az egyik oldalon picit hamarabb robbant fel a puskapor, az egész elrepült arrafele. Így már hozzászoktak, hogy ültek a szobájukba, és elméleti képleteket számogattak az atombombára, időnként átrepült a fejük fölött valami ilyesmi. Jó, aztán végül sikerült. Neumann János volt az, aki állítólag megoldotta ezt a problémát, hogy hogy kell pontosan ezt a sűrítő rilökés hullámot létrehozni. Nem rajzoltam oda, de van egy harmadik megoldás is, hogy kívülről ezt körülveszik neutron visszaverő anyagokkal. Vannak olyan anyagok, amelyek úgy viselkednek a neutronokkal szemben, mint a tükör. Tehát azok, amiket itt korábban lerajzoltam, hogy elszöknek a rendszerből azok a neutronok, azokat egy tükörrel visszaverjük, és akkor bent több lesz, és akkor azok ismét hajlandók hasítani. Tehát ilyen trükkökkel sikerül elérni azt, hogy megindul a láncreakció, és akkor viszont mi történik? Egyre több atommag hasad, és pillanatok alatt felszabadul az összes felszabadítható energia a rendszerbe, és ez lesz belőle. Kis ördögöt figyel természetesen. Tehát ez volt a brute force módszer, amellyel meg lehet oldani azt a két problémát, hogy egyrészt kevés a hasonló képes mag, másrészt a gyors és a lassú neutronok másképp hasítanak. Hát van a másik módszer, ez pedig a moderáljuk magunkat, illetve inkább moderáljuk a neutronokat. Mi a moderálás? Mérséklés, lassítás. Magyarul neutron lassításnak hívják. Hogy lehet lelassítani a részecskéket? Hát ütköztetéssel. Neki ütköztetjük más objektumoknak, és a biztos számoltatok az iskolában rugalmas meg rugalmatlan ütközéseket, összeütköznek, visszapattannak, milyen sebességgel mennek vissza, ha szerencsénk, ha lassabban mennek vissza. Hát például lehet ilyeneket csinálni, hogy egy kis részecskét nekilövök egy nagy golyónak, mondjuk ez egy neutron, ez meg egy uránmag. Visszapattan, gyakorlatilag ugyanakkor a sebességgel, mint amekkorával jött, mint hogyha falnak lőtték volna. Az uránmag meg lomhán egy picit megindul, azt már nem ismertem oda rajzolni, hogy megindul, mert olyan lassan indul el. Vannak ilyen szimulációs programok, amivel pont ezt lehet, megpróbáltam betenni ide a gépbe, de nem jött össze. Tehát beállított, hogy mekkora az atommag, neki lövi az a neutron, lerajzolja, hogy milyen sebességgel pattan vissza. Vegyünk egy
Ugye a neutronnak kisebb, sokkal kisebb volt a tömege ennél ennek a nagy atommagnak a tömegénél, akkor a neutron visszapattan. Most vegyünk olyat, hogy lekilőjük a neutront egy ugyanolyan tömegű objektumnak, mint ő maga. Ezt biztos tanultátok, hogy akkor az első objektum megáll, és a második szalad tovább. Ütközés, ez itt marad, ez meg megy tovább. Ez tökéletes. Mi lehet az az objektum, ami ugyanolyan tömegű, mint a neutron? Hát egy másik neutron. De olyanok nincsen, nem kaphatók a boltba készen neutronok. De a proton az majdnem ugyanolyan tömegű. Tehát, hogy egy protonnak ütközik neki a neutron, akkor elég jól le fog lassulni. Mi van, hogyha egy közepes méretű atommagnak lőjük neki? Hát akkor visszapattan, lassulva, nem teljesen lelassulva, és az meg elindul valahogy. Ez például egy szénatommag akar lenni, azért rajzoltam feketére. Jó, tehát ilyenkor, hogyha kisebb, hát akkor lelassul. Itt nagyon lelassult, itt kevésbé lassul le. A proton a legjobb. Hát akkor vegyünk sok protont. Hol lehet kapni protont, amikor az ember hidrogént vesz léggömbárusnál? Hát tegyünk be a vizsgált rendszerünkbe sok hidrogént, és akkor ott a protonokkal fog ütközni a neutron, aztán lelassul. Az a baj, a hidrogén az gáz. Nem mindig baj, de mit jelent? Abban ritkán vannak az atomok. Megy a neutron, van egy proton, sehol egy proton, időnként kószálnak atomok, ő meg elmegy közöttük. Jó, hát akkor vegyünk sűrű hidrogént, az milyen? Az a folyékony hidrogén, abban sűrűn vannak. Az a baj, hogy az meg mínusz 200 valahány fokos. Ha én most atomerőművet, akkor erőművet, hőerőművet akarok csinálni, mínusz 270 valahány fokon, ez nem lesz valahogy túlságosan jó játék. Van olyan anyag, amelyben sűrűn vannak a protonok, és mégis folyékony, és mégis protonok vannak. Mi lehet az? Víz. Tökéletes. A víz az ideális megoldás, tehát keressük az ideális lassító anyagot, a hidrogén az úgy magában nem jó, ideális megoldás a víz. Abban sok a hidrogén, sok proton van benne, és 200 fokon is lehet még, ha nagy nyomáson tartjuk, akkor akár még 200 Celsius fokon is folyékony. Ez az optimális megoldás. A víznek az a baja, hogy abból nem lehet építkezni. Abból nem lehet mágiát rakni. Ha jég, akkor meg egyéb bajok vannak vele. Tehát nem szerkezeti anyag. Kell egy fix fém tartály, és abba beletesszük. Ne tessék elfelejteni, az egész játékot még a katonák találták ki a II. Világháborúba, és az jutott eszükbe, hogy ha megépítettek egy berendezést, akkor másnap építsünk egy kétszer akkorát. Mert hogy kétszer annyit kell termelni. Ha már megépítettünk egy fix méretű fémtartályt, azt nagyon nehéz kétszer akkorára kicserélni. Ha egymás mellé rakunk rudakat, azt lehet nagyobbá építeni. És ezért úgy döntöttek annak idején a fizikusok, hogy kompromisszumos megoldásként szénatommagokkal lassítják le a neutronokat. Azok ugye 12-szer nehezebbek, ütköznek, lassulnak, de a szén az egyben, tehát alkalmas moderátornak, neutronlassítónak és szerkezeti anyagnak is. Szénnek a tiszta formája a grafit, annak idején még nem grafénból akartak mindent csinálni, hanem grafitból, és grafit tömböket vásároltak, és azokból raktak össze, úgy, mint amikor az ember mágiát épít, így is hívták egy ideig, hogy atommágia. Szóval szén tömböket raktak egybe, tehát tiszta szén, azaz grafit tömböket. Az egyszerre szerkezeti anyag, és egyszerre volt moderátor is. Jó? Ez tehát láthatóan, ez kompromisszum. Íme az első atommágia. 1942. természetesen, december 2-án indult meg az első magreakció a Földön. Itt látható a mágia. Látszik talán, hogy ilyen széntömbökből rakták össze, gyakorlatilag úgy, ahogy az ember a legóból építi ilyen nagy izét, ott lent sétál egy ember, a tetején is álltak, és itt vannak a tudósok, úgy kicsit óvakodnak, néznek meg minden. Mi történt? Be akarták indítani a magreakciót. Szénből építettek egy ilyen nagy berendezést, és bele elhelyezték az uránrudakat. Hogy megre szaladjon a masina, vagy a neutron elnyelő rudakat is alkalmaztak, az kadmiumból van, a mai atomerőművekben is kadmiumrudakkal nyeletik el a neutronokat. Ott fönt egy madzagra lógattak kadmiumrudakat, és ott állt mellett egy ember fejszével.
A többiek neutron detektorokkal nézték, hogy van-e más sugárzás. Ha túlságosan megindult van a sugárzás, akkor fejszével elvágták már a madzagot, kadmiumrúd leesik, és akkor megállítja. Hál' Istennek nem volt ilyen probléma, rakták, egyre több urárúdat betettek, és akkor mérték a neutron számláló műszerek, hogy egyre több neutron szabadult fel, megindult az első láncreakció, aztán kihúzták az urárúdakat, és elmentek sörözni. Tehát megünnepelték, és állítólag mindenki aláírta, ott van valahol Wigner Jenő, meg Szilárd, meg Fermi, meg egyebek, valahol a társaságban, tehát azok, akik ezt kitalálták, az egész berendezést. Tehát ez volt az első atommágia. Utána innen tudták, hogy egyáltalán meg lehet valósítani a magreakciót, és akkor láthattak neki igazából az atombombának a kifejlesztésének. Hogy mi is ennek a moderálásnak az alapgondolata? Hogy kell elrendezni az anyagokat? Tehát kell a moderátor, meg kell az urán. A trükk az, hogy az uránból ilyen hosszú rudakat csinálnak, és beleágyazzák, vagy beleteszik a moderátor anyagba. Ha víz, akkor egyszerűen belologatják az uránrudakat. Ha szén, akkor a szén tömbök között hagynak olyan csatornákat, ahol be lehet tenni egy fémcsövet, és a fémcsövben van az urán. Technikai problémák vannak. Az urán az olyan formában van itt, hogy uránoxid, az meg porózus, olyan, mint a homok, azokat összepréselik ilyen kis tablettákkal, és a tablettákat berakják egy hosszú csőbe. Olyan, mint egy gyógyszeres. 3-4 méter hosszú cső, benne vannak ilyen körülbelül 1 centi átmérő, mint hogy a gyógyszertablettákkal raknám meg, és akkor ezeket belógatják a moderátorba. Kövessük a neutronok sorsát. Itt történt egy maghasadás. Kijönnek a neutronok. Az egyik lehetőség az, hogy elnyelődik ott a moderátor anyagnak egy atommagjában elnyelődik, hát annak a neutronnak annyi. De egy másik az ütközik egy atommaggal, és lelassul, igyekeztem ezt a nyilat rövidebbre rajzolni, akkor már lassabban megy tovább. Itt megint ütközik egy atommaggal, és egyre lassabban megy tovább, és egyszer csak, hát vagy ugyanazt a mizet éri el még egyszer, ugyanabban a rudba visszajön, vagy eléri a szomszéd rudat, már lelassulva. És amikor odaér, akkor a lassú neutron az már képes egy újabb hasításra. Tehát itt még gyors neutronként született, de addig-addig ütközgetett, persze itt nem 2-3 ütközés, hanem sok ezer vagy sok millió ütközés van, lelassul, és ott már lassú neutronként érkezik meg. Ha pekje van, akkor valahol itt menet közben meghal. Elnyerődik, aztán kész. Ha pekje van, megérkezik az urárútba, és ott nem egy 2.35-ös, hanem egy 2.38-as talál, elnyerődik, megint nem nyert. De ha elég ügyesek vagyunk, akkor lesz megfelelő hányada a neutronoknak, amely hajlandó hasítani, és újból kirepülnek itt újabb meg újabb neutronok. Ez itt a kadmiumrúd, amit benyomhatnak oda. Ha túl sok a neutronok, akkor ez egyértelműen elnyeri a neutronokat. Jó? Ez tehát a neutron lassításnak az alapgondolata. Ott a moderátoranyag, ott vannak a szabályozórudak, és itt látszik, hogy a hasadásból származó gyors neutron lelassult neutron lett, és újat hasított. Ezzel a geometriai elrendezéssel tehát megoldották azt a problémát, hogy hogy kell a gyors neutronból lassú neutron csinálni, és ennek fejében nem kell annyira dúsítani az üzemanyagot. Ez a berendezés, ami így készült, ezt hívják atomreaktornak. Oké? Úgy kell beállítani a paramétereket, például ezekkel a rudakkal, hogy egy neutron, ami keletkezett, az átlagosan egy új neutront keltsen, és akkor nem szalad meg a láncreakció, és nem is áll le, hanem folyamatosan megy, és időegységenként ugyanannyi energiát termel a berendezés. Ezt hívják kritikus állapotú reaktornak, se nem gyorsul, se nem lassul, szépen egyenletesen termeli az energiát. Ezt azzal tudom szabályozni, hogy ha túl sok a neutron, akkor belenyomom ezt a kadmiumrudat, hogy nyelje el, ha túl kevés, akkor kijebb húzom. Nyilván berendezések kellenek, amik mérik, hogy mennyi a neutron. Most már automaták szabályozzak az ilyeneket. Persze ennél sokkal bonyolultabb, dobozba rakják, védik egyebek, és nem egy kadmiumrúd van, hanem sok. Tehát ez a rendszer, ha jól működik, akkor állandósult üzemben működik. És mivel itt lassú neutronok vannak, ezért nem kell annyira dúsítani a uránt, és ezért, figyelem, az atomreaktor sohasem robbanhat fel atombombaként. Az atombombához másfajta, sokkal dúsítottabb üzemanyag kell. Sokféle reaktor baleset van, de amiket a bulvársajtó időnként magyaráz, hogy hát majdnem felrobbant a reaktor. Amikor Fukushimában robbanás volt, ott mi robbant? Hidrogén, kémiai robbanások voltak. Nukleáris robbanás nem lehet belőle, mert nem az az anyag van benne, ami az atombombában robbanásra képes. Ez másfajta anyag.
Jó, ez nagyon fontos megjegyezni. Hát atomreaktorból nem lesz atombomba. Vannak időnként olyan neutronok, amik nem ebben a folyamatban vesznek részt, itt lerajzolták, hogy a moderátorral lelassítottuk őket, termikus neutronok újabb hasonlás kerülnek. Vannak olyan neutronok, amik elnyelődnek egy 238-as magba, hogy akkor tovább viszik ott a térképen jobbra. Hát mi jön az uránum? Uránusz után, hát a Neptunusz, ezért azt az anyagot, azt az elemet, ami az urán után következett, azt Neptuniumnak nevezték el. A Neptunium magja megint elfoghat egy neutront, akkor mi lesz belőle, mi van a Neptunusz után? Hát az a Plutó, és az azt az anyagot elnevezték Plutoniumnak. És így akkor láthatóan létrejön a Plutoniumnak az egyik atommagja. A Plutonium az megint csak kiválóan alkalmas hasadásra, tehát miközben ez a reaktor termeli az energiát, eközben a benne levő üzemanyag egy része átalakul még jobb üzemanyaggá. Tessék végig gondolni, azért ez mégsem örök mozgó, tehát ez nem olyan, hogy felgyújtok egy kiló fát, és utána kiszedek a tűzből 3 kiló fát, az, amivel megint lehet 9 kiló fát termelni. Tehát mindesetre az uránnak egy része átalakul plutóniumban. A plutónium az atombombában nagyon jó dolog, tehát azt szokták csinálni, hogy miután az üzemanyag kiégett a reaktorba, akkor utána kivonják belőle kémiai módszerekkel a plutóniumot. Azt már ki lehet vonni, mert urán meg plutónium az odébb van a periódusos rendszerben egymáshoz képest, tehát kémiailag el lehet különíteni. Kicsit macerás a dolog, mert a plutónium kémiailag mérgező. Tehát kézzel nem lehet csak, hogy nyúlkálni hozzá, ráadásul rádióaktív az egész. Hatalmas berendezések kellenek hozzá, ahol feldolgozzák a rádióaktív anyagokat, kémiai reakciókat visznek végbe, lombikokba, edényekbe, stb., majd nagy tartályokba, de rádióaktív anyagokkal. Tehát egyszerre kell vigyázni a sugárzásra, meg a kémiára, a vegyi problémákra is. Ilyen helyeken már többször volt baleset. Most a legutóbbi baleseti hír Franciaországból, az egy ilyen hulladékfeldolgozó gyárnál, nem üzemanyagot feldolgozó, hanem könnyű hulladékokat feldolgozó gyárnál, ugyanabban az üzemben vannak ilyen helyek is, ahol gyártják. Miért éri meg az embereknek feldolgozni? Nyilván ez megint a katonáknak éri meg, mert a kivont plutóniumból atombombákat lehet csinálni, és ezért a katonaság finanszírozta ezeket a nagy berendezéseket a minden olyan országban, a keleten és nyugaton is, ahol vannak ilyen újra feldolgozó berendezések. Nem a szép szemükért a fizikusoknak, hogy szétválogassák ott a lantát, meg a mit tudom én milyen anyagokat a periódusos rendszer közepén, hanem hogy a plutóniumot kivonják, és abból tudjanak atombombákat csinálni. Jó, tehát ezek a különutas magok, ezek szaporít, vannak olyan reaktorok, amikben direkt úgy állították be a paramétereket, hogy jó sok plutónium keletkezzen, ezeket hívják szaporító reaktoroknak, tehát az üzemanyagot szaporítják. Na, és akkor gondoljuk meg a végső lépést, rendben van, felszabadult az energia, de hova tesszük? Még egyszer, milyen formában szabadult fel? Az elemi részecskék mozgási energiai formájában, ami a környező anyagot felmelegíti, tehát egyszerűen meleg. El kell vezetni a meleget, és felhasználni emberi célra. Hát ilyesmi már volt. Ha szaladgálnak a részecskék gyorsan, az anyag meleg lesz, és ebből én rendezetten energiát, mondjuk áramot akarok nyerni. Ezt hívják hőerőműnek, ezt a berendezést, ahol az elején meleg van, a végén meg kijön a drót. Rendben? Hát akkor ezt kell építeni. Az atomerőmű gyakorlatilag egy olyan hőerőmű, ahol az elején a kazánt, ahol földgázt, vagy hőolajat, vagy szenet, vagy egyebet égettek, azt kicserélték, és a láncreakcióban felszabaduló hő adja a berendezésnek az inputot, azt, hogy ott meleg legyen. Utána a többi része az gyakorlatilag, technikailag ugyanolyan, mint egy közönséges hőerőmű. Ez azért jó, mert a különböző országok iparai, amik már gyártottak hagyományos, szenes vagy olajos, vagy gázos hőerőművet, azok ezeket a berendezéseket tudják gyártani. Csak persze vigyázni kell, pontosan azon a részen, ahol a nukleáris folyamatok vannak, ott kényesebb a berendezés. Rajzoljuk le, hogy hogy nézhet ki egy hőerőmű. Hát itt a hőerőmű. Van egy zárt csővezeték így körbe. Itt egy kazán. Itt egy turbina. Ez itt egy generátor, és ott megy ki a drót a nagy közönségnek. Alágyújtunk. Alágyújtunk a víznek, akkor abból gőz fejlődik. Megy a gőz a csövön ki, ide, átmegy a turbinán, megforgatja a turbinának a lapátjait, turbina megforgatja a generátort, és megy ki az áram.
Na most jön itt a gőz. Mit kell csinálni a gőzzel? Le kell csapatni, ki lehetne ereszteni, de az felesleges pazarlás lenne. Ezért lecsapatják, hogy újból víz legyen. Ezért bevezetnek itt egy hűtőkörbe hideg vizet, például egy folyóból. Hőerőműveket általában folyó mellé telepítik. Itt arrafele látható az épületünktől nem messze a kelenföldi hőerőmű, ami a Dunának a vízével vagyok hűtve. És akkor bemegy a csövön a hűtővíz, egy ilyen hőcserélő berendezésben, most úgy rajzoltam, hogy rácsavarják ezt a csövet, ez nyilván technikailag bonyolultabb, találkozik ellenáramú, aki a vegyészoperát ismeri, tudja, hogy az ellenáram elv alapján megy el, stb. Megy szembevere, és a gőz az le fog csapódni, ez meg egy kicsit fölmelegszik, és mi lesz azzal a fölmelegedett hűtővízzel? Hát visszaeresztik a folyóba. Ugyanez a helyzet az atomerőműveknél, és ott is a felmelegedett vizet visszaengedik. Utána számoltunk, Paks az 4-szer több energiát küld a Dunába, mint a hálózatba. Az erőműveknek kicsi a hatásfoka, ezért a hőenergia, ami ott felszabadult, annak a nagy része a Dunába, mert kik a haszonélvezői? A szürkegémek. A paksi csatorna, ami megy vissza a Dunába és vezeti vissza a hűtővizet, amellett télen óriási gémkolóniák élnek, és ahol meg visszafolyik, ott meg a halak gyűlnek össze, szóval rettentő nagy élet van, horgászok, stb. Szóval abszolút infrastruktúra épült erre a visszafolyó hőre. Még egyszer, ez a berendezés, és itt van egy szivattyú, amely keringeti a vizet. Ez a hagyományos hőerőmű. Hogy itt mit égettünk, hát itt éppen ilyen széngolyókat égettünk, de hát mást is lehet. Földgázt, vagy bio, akármiket. Tehát itt vannak a különböző alap egységei egy ilyen erőműnek. Miben különbözik ettől egy atomerőmű? Hát kicserélik a hőforrást a szabályzott láncreakcióra, és a hőt ugyanígy kell elvezetni, tehát lesz benne turbina, meg generátor, meg minden, ami kell. Csak vigyázzat, az atomerőműben moderálni is kell. Tehát kell valami neutron lassító anyag. Az előbb már beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag ezt a kétfélét használják, vizet vagy szenet. És akkor itt a két lehetőség, hogyha szenet használunk, tehát grafitot használunk moderátornak, akkor az a grafit egyben szerkezeti anyag is lehet. Tehát úgy építik a berendezést, hogy a grafit az tartja is valamennyire. Persze ott is vannak fém állványok meg egyebek, az a grafit az egyben szerkezeti anyag is. De akkor is kell hűtővíz, mert a hőnek az elvezetését azt a keringtetett vízzel csinálják, tehát van moderátor, de az grafit, és van víz, ami a hűtőközeg. A másik alapvető megoldásnál a víz egyszerre játssza a moderátor szerepét, tehát a vízben levő atommagokon ütköznek a neutronok és lassulnak, és ugyanaz a víz egyben a hűtőközeg. Itt viszont a szerkezeti anyag az egy acéltartály, ami az egészet tartalmaz. Ez a két alapvető. Vannak másfajta reaktorok is, de ez a két fő típus. Hát most akkor lerajzoltam egy ilyen grafit moderátoros erőművet. Ilyen volt a Csernobili. Most is ilyen, mert még nem bontották le. Hát ez a kimenő rész, a generátor, meg a áram az ugyanaz. Ez is majdnem ugyanolyan, tessék összehasonlítani. Az a különbség, hogy ezek a feketék itt a szénrudak, a grafitrudak, közöttük meg a pirosak az urárudak. Ez meg a szabályozó kadmiumrudat akarja jelenteni, az a zöld. Itt is van egy keringtető szivattyú, ami beszívja a vizet ide. Az urárudakban hő fejlődik a magreakció hatására. És gőzzé alakul, pontosabban Csernobilban speciális víz és gőz keverék keletkezett, az megy itt ki, és azt vezetik a turbinákra, és vezetik itt vissza. A hűtőrendszer, stb. A többi rész az ugyanaz. Egy ilyen szenes erőművet például lehet bővíteni. Azt mondják, hogy építsétek kétszer akkorára, akkor mellé tesznek még néhány ilyen rudat, vagy ilyen tömböt. Ez óriási volt a Csernobili például, fizikailag nagy volt, és nem kellett hozzá valami marha erős fémtartály, mert megtartja magát egy ilyen. Mi ennek az erőmű típusnak a nagyon nagy baja, az alapvető baja? Tavaly volt egy részletes előadás Csernobilról, csak most szeretném itt még egyszer hangsúlyozni. Képzeljünk el azt a balesetet, hogy valahol eltörik a cső, vagy megszalad a reaktor, és elforra a hűtővíz. Elforra a hűtővíz, akkor itt már nincs hűtővíz, nincs hűtés. De a moderátor ott van, mert az a szén. Az továbbra is moderálja a neutronokat, lelassítja, és megy tovább a láncreakció. Nem áll le a láncreakció, annak ellenére, hogy már nincs víz. Akkor egyre melegebb lesz, és végül meg fog olvadni, baj lesz belőle. Csernobilban egyéb baj is volt, mert akkor a forró vízből
durranógáz keletkezett, és az fölrobbant. Az nem tartozik az alapműködéshoz, hogy fölrobbanjon, de az a baj, az minden esetre megvan, hogy egy ilyen rendszer alapvetően instabil. Akkor miért építenek mégis ilyeneket? Egyrészt, mert nagyot lehet építeni viszonylag olcsón, mert a szén maga besegít. Az elsők ilyenek voltak. Az, amit ott láttunk Chicagóba, az még nem termelt energiát, az csak egy demonstrációs volt, de annak a mintájára hamarosan építettek jó néhány ilyet. Wigner Jenő volt a világ első reaktormérnöke, aki vegyészmérnökként segített ezeknek a megtervezésébe. Tehát ő ahhoz is értett, és akkor fizikusként és meg vegyészként is közreműködött a berendezésekbe, és hamarosan megépítettek ilyen atomreaktorokat, azokat még nem arra használták, hogy áramot termeljenek a hálózatban, hanem ahogy az előbb beszéltünk róla, plutóniumot termeltek benne, hogy utána kivonják a fűtőanyagból, és abból lettek a Hiroshimára a Nagasaki. Egyik az uránbomba volt, másik plutóniumbomba, amit végül ledobtak, mert mind a két félét tesztelték. Na mindesetre arra gyártották ezeket a reaktorokat, hogy plutónium készüljön belőle. A háború után az amerikaiaknak már nem voltak újabb atombombáik, mert ami volt, azt már ledobták. De akkor még már indult az oroszokkal a nagy verseny, és természetesen építettek gyorsan egy csomó hatalmas katonai atomerőművet plutónium termelésre. Ilyen típust. És akkor egy fizikus rájött arra, hogy ez instabil. Ez bármikor megszaladhat, és hatalmas baj lesz belőle. És volt akkor a tekintély, hogy elérte az amerikai katonai és polgári hatóságokra, hogy néhány év alatt ezt a típust leállították, és helyette kifejlesztették a vizes hűtésű, vagy a vizes moderálású reaktorokat. Tessék elképzelni, hogy a katonai hatóságokkal szemben, akik fegyvert gyártanak, elérjék azt, hogy a fegyvergyárukat leállítsák, mert az veszélyes a polgári lakosságra. Hát a katonaság azért gyárt fegyvert, hogy veszélyes legyen a polgári lakosságra. Nem? De ezt elérte a fizikus, ezt a fizikus Telleredének hívták. Tehát ő leállította a csernobili típusú reaktoroknak az üzemeltetését Amerikában a 40-es évek végén. Az oroszoknál nem állították le, ők valahogy másképp viszonyulnak az emberi élethez. Amikor 86-ban Csernobil baleset volt, és később itt járt nálunk a Teller, beszélt a Gólyavárba, a sötét zöldek kiterítettek egy nagy zászlót, hogy nem akarunk többet Csernobilt. Jó, hát nem akartok. Nem tudták, hogy az az ember áll velük szembe, aki megakadályozta már 40 évvel Csernobil előtt, hogy több Csernobil legyen. Ezek az erőművek, ezek instabilak. Mégis hogy üzemeltetik? Úgy, hogy állandó kontroll alatt vannak. Elektronika, számítógépek működtetik, és nem hagyják megszaladni. Aki megnézi a felvételen a Csernobili balesetről szóló előadást, az tudja, hogy ott az volt az alapbaj, amellett, hogy instabil a rendszer, hogy kikapcsolták a biztonsági berendezéseket, és amikor elkezdett megszaladni, akkor már késő volt. Az ember biciklén mindig egyensúlyoz, és akkor az instabil egyensúly helyzetben mégis fent tudja tartani magát. Ha már ennyire eldőlt, akkor már hiába kapkod, akkor már nem tudja visszahúzni magát. Megszaladt, akkor már dőlt tovább. Hogy néz ki a másik típusú? Ez egy konkrétabb, ilyen grafit moderátoros erőműnek a rajza valahol az internetről. Hogy néz ki egy másik fajta vízforraló reaktor? Ilyen volt például a Fukushimában. Ez már vízzel van moderálva, ennek is két alaptípusa van, most mutatom a két alaptípust. Az egyik majdnem úgy néz ki, mint a másik testét megnézi, csak nincs benne szén. Hanem ehelyett van egy nagy fémtartály, jó erős acéltartály, abba mindenféle fémszerkentjük tartják a vízben az uránrudakat. A víz tehát a moderátor, mert amikor a neutronok kijönnek az uránból, akkor a vízmolekuláknak a magjaival ütközve lassulnak le, és mennek vissza a rudakba további hasításra. Látszik? A szivattyú rendszer meg a többi az gyakorlatilag ugyanaz, és itt is elforralja ezt a vizet. Mi történik, hogyha túlforralja? Akkor az lesz, hogy már itt sincs víz, itt is gőz van. A gőz sokkal ritkább, akkor abban nem lesz annyi moderálás. Ha nehogy Isten eltörik a cső és elfolyik a víz, akkor mi történik? Nincs moderátor. Leáll a magreakció. Szemben a grafitos reaktorral, amely instabil azért, mert hogyha elfolyik a hűtőanyag, akkor a moderálás folyik tovább, tehát a láncreakció megy tovább. Itt, ha a moderátor elfolyt, a hűtővíz elfolyt, akkor a moderátor is elfolyt, leáll a reakció. A rendszer valószínűleg tönkre megy. Miért? A fűtőelemekben ott van, emlékeznek, a rengeteg lányelem, a hasadásoknak a maradványai, amik fejlesztik a hőt, ha nincs hűtés, akkor ott megolvad.
tönkre megy, de nem lesz belőle olyan baleset, hogy a reakció megy tovább és elszabadul. Rendben? Tehát egy ilyen típusú reaktor az önszabályozó rendszer, stabil. Mégis hogy lehetett Fukushimába baleset? Ott ilyen volt. Tessék megnézni a filmet az egyik tavaszi előadásnál. A rendszer leállt, amikor jött a baj. Az volt a baj, hogy ott két baj jött egymás után. Az egyik a földrengés volt, a másik viszont utána megjött a cunami. A cunami egyszerűen mechanikailag elsöpörte például a biztonsági berendezések egy részét, a tartalék agregátorokat, csatabiket, hűtőrendszereket, és két egymás utáni pofonra nem volt fölkészítve a rendszer, mert elején tökéletesen működtek a biztonsági berendezések, leállították a reaktort, de utána, amikor egyszerűen tönkretette az épületet a hullám, akkor utána már nem volt mit tenni, és akkor elindultak a bajok. Érdemes megnézni azt a filmet. Tehát itt nem volt nukleáris jellegű probléma. Eredetileg az csak később jött, amikor a hűtést napokig, nem, vagy volt, ahol hetekig nem sikerült helyreállítani. Na most ennek meg az előző berendezésnek van egy közös baja. Tehát az előző az instabil volt, ez nem volt instabil, de tessék megnézni mind a két ábrát. Az az anyag, az a gőz, ami a turbinában kering, az ott járt a reaktorban. A reaktorban esetleg rádióaktív lett. Hogy lett a víz rádióaktív? Nyilván nem maga a víz lesz rádióaktív, hanem a vízben mindig vannak oldott anyagok, fémek, sók, stb. Bizonyos reaktorokban még sugárzás kedvelő baktériumokat is találtak a hűtővízben, amik éveken át ott laktak. Istenem, ezért bízunk abban, hogy a Marson is találunk életet, mert ha ezt kibírják, akkor azt is kibírják. Jó? Tehát lényeg az, hogy a benne levő mindenféle anyagok rádioaktívak lehetnek, és ha itt esetleg mondjuk a turbinánál történik valami baj, és ott kifolyik az anyag, akkor rádioaktívan szennyezett víz kerül a környezetbe. Tehát ez az előző berendezésnek is megel, meg ennek is az a baj, hogy ez a gőz onnan jön egyenesen az aktív zónából, ahol erős a sugárzás. Van néhány konkrétabb rajz, ugye, hogy technikailag hogy valósítják meg, arról szól egy ilyen, ez a Fukushimainak a itt van középen az atomreaktor. Van egy ilyen még realisztikusabb rajza, ez szintén a Fukushimainak a metszete. Egyéb bajok is voltak, erről tavasszal beszéltük. Na és milyen a harmadik típus, ez ugye egy nyomott vizes reaktor, mint amik nálunk is vannak. Kimerő rész természetesen ugyanaz. És tessék észrevenni, mi a marha nagy különbség, hogy két kör van. Két kék kört rajzoltunk az eddigi egy helyett. Itt van a reaktor, ott vannak az urárudak, meg ott a szabályozórudak, ezek egy nagy fémtartályban vannak, és nincs gőz. Ez itt végig víz. Forró víz, 200-250-300 fok környékű, de víz. Hogy lehet a víz 250 fokon is víz, nem gőz? Nagy nyomáson van. Ezért hívják nyomott vizesnek, nagy nyomású, úgy kéne mondani igazából, nagy nyomású víz van ott. Tehát itt fölmelegíti a vizet, de az még mindig víz. Szivattyúzzák itt körbe, egy zárt rendszerben kering, nem kerül ki az a víz a turbina közelébe, ami ott volt, az onnan a büdös életben nem jön ki. Ott kering körbe az a víz. És van egy hőcserélő rendszer itt, ahol ebben a rendszerben közönséges, kis nyomású, tehát szoba vagy atmoszférikus nyomású vízkering, és amikor találkozik, hát ez egy bonyolultabb rendszer, akkor ez viszont elforr. Tehát itt találkozik a 200 fokos forró vízzel, akkor amikor ez eléri a 100 fokot, akkor gőz lesz belőle. És ezt a gőzt vezetik a turbinára, megy kifelé akkor az áram, és ezt lecsapatják megint csak itt a Dunából szerzett hűtővízzel, körbeszivattyúzzák. Két hűtőkör van, az egyik a primer, a másik a szekunder kör. Olyan látszik, hogy úgy néz ki, mint egy transformátor. Ez egy hőtransformátor. És fizikailag el van egymástól választva a rádióaktív anyaggal közvetlenül érintkező víz, attól a víztől, ami a egyéb technikai berendezésekhez kerül. Ez sokkal biztonságosabb berendezés, az ilyen típusú. Ugye megírtam, hogy mi micsoda, itt ezt lehet tanulmányozni az ábrán, hogy melyik rendszer mi. Az a lényeg, hogy két hűtőkör van. És ezeknél a vizes reaktoroknál még az is követelmény, hogy az egész bele van téve egy nagy tartályba, tehát egy nagy épületbe, ami maga is szintén egy nyomás álló tartály. Ez, ami Fukushimánál szintén károsodott, mert annyi robbanás volt, hogy végül annak kiütötte az oldalát.
De egy ilyen rettentő nagy tartályban, ha ne adj Isten megsérülne, mondjuk mindig úgy méretezik a rendszereket, hogy maximális baleset. Hát az, hogyha itt eltörik a szivattyú és kifolyik a víz. Még mindig benne van abban a nagy tartályban, ami az egészet körbeveszi. Csernobil előtt néhány évvel Amerikában volt egy ilyen típusú reaktorral baleset, ott is emberi hiba volt. Össze-vissza kapkodtak, rosszul kapcsolták, rosszul értelmezték a műszereknek az adatait, kifolyt benn, az épületen belül kifolyt egy kis rádioaktív víz, ott maradt benn. Senki nem sérült meg, az utcára nem került ki, mellette sétálnak az emberek most is, ott van az épület lezárva, 100 év múlva, hogyha lecsökken a rádioaktivitás, bemennek és lebontják. Senkinek nem okozott kárt, kivéve a tulajdonosokat. Stimmel? Tehát lehet védekezni egy ilyennel, megfelelő technológiával, megfelelő gondos tervezéssel, a szabályok betartásával egy ilyen stabil rendszert lehet működtetni. Nem ördögtől való ez a... Itt van néhány különböző atomreaktornak, a ilyen nyomatvizesnek a konkrét tervrajza. Ugyanbár beszéltünk arról, hogy a kiégett fűtőelemek. Ugye így néz ki egy fűtőelem. Egy hosszú csőben ott vannak ezek az uránoxid pasztillák. Akartam hozni egyet, de fennfelejtettem. Hogy néz ki egy ilyen pasztilla? Pakson osztogatnak ilyen piciket, hogy ennyi urán fedezi egy családnak az éves energia szükségletét. Azt természetesen műanyagból van, amit osztogatnak, nem uránból, de körülbelül akkora, mint egy gyógyszertabletta. Ilyenek vannak egy csőben. Na mi van ebben? Cirkóniumból van a cső általában. Hát ugye van benne még a maradék urán, mert nem éget ki az egész. Keletkeztek nehezebb elemek, plutónium és a környéke. Beszéltünk arról, hogy keletkeztek ezek az anyagok, amik itt a félúton vannak a periódusos rendszerben is. Tehát van sok urán, egy kis plutónium és sok erősen béta-aktív hasadvány. Ez tehát nagyon veszélyes és nagyon aktív hulladék és hőt termel. És ez az, ami akár meg is olvadhat. Ezt is hűteni kell. Tehát kivették a reaktorból, mert már nem tud elég energiát szolgáltatni, de még rádióaktív. A hasadás megállt. Szemben azzal, ahogy némelyek a rádióban hülyeségeket beszéltek pár hónappal ezelőtt, amikor Fukushima miatt divatban volt ilyeneket nyilatkozni a rádióban, azt magyarázták, hogy nem állt meg a sugárzás a kivett rudakban. Hülyeség volt. Ezek az anyagok, ezek bomlanak tovább béta bomlással. Ez is fejleszthet annyi hőt, hogyha nem hűtik a berendezést, akkor megolvad. Ezért víz alatt tárolják őket. Fukushimában az is előfordult, hogy elfolyt abból a tartályból a víz, ezért szabadon álltak a levegőn ezek a csövek, és akkor annak a belsejében megolvadt az anyag, ami aztán utána mindenféle további bonyodalmakat okozott. Jó? Tehát ezeket vízben kell tartani. Mi lesz a végső sorsuk? Hát a pillanatnyi álláspont ugye az, nálunk nagyon egyszerűen megoldották eredetileg, küldjük vissza őket az oroszoknak. Ugye, ők építették a reaktort, vigyék el a kiégett rudakat, dolgozzák fel atombombának. Azt is csinálták. Aztán, amikor ennek vége lett, és az oroszok most már nem hajlandók fogadni a kiégett rudakat, akkor mi most ott tároljuk Pakson vízben? Hát egyszer majd csak lesz vele valami. Az egyik ötlet a hosszú távú tárolás. Ássuk el. Pontosabban, keressünk olyan bányákat megfelelő geológiai helyeken, ahol nem jár átja. Hát a víz nem fogja elrozsdálni a tartályt, stb. Nem fenyegetik földrengések. Keresgélnek mindenfele, olyan geológusokkal konzultálva, olyan rétegeket, ahol nagyon sokáig, akár év százezredekig el lehet tárolni az anyagot. Természetesen az emberiségnek nincsenek ilyen százezer éves tapasztalatai a veszélyes anyagok tárolásáról, de hát ezzel gyakorlatilag azt jelenti, hogy exportáljuk a problémát unokáinknak, addig is a tőlünk tehető legjobb módon. Ott a szőnyeg, besöpörtük alája, letaposgattuk, és akkor majd az unoka megtalálja a költözéskor. Ezt hívják véglegesnek. A másik, arról már beszéltünk, reprocesszálás. Az anyagot feldolgozzák, kivonják belőle azt az anyagot, ami még használható ismét, és abból megint fűtőelemeket gyártanak. A maradékot meg megint csak elássák. És lenne még a harmadik eshetőség, a transzmutáció. Ezt nem olyan régen vetették fel fizikusok, és ez lenne a végleges megoldás a nukleáris hulladéknak, nem csak a majdani nukleáris hulladéknak, hanem visszamenőleg az eddig az atomenergiának az előző fél évszázadában létrejött nukleáris hulladéknak is. Részecske gyorsítókban megfelelő módon elemi részecskékkel bombázva az atommagokat, át lehet őket alakítani olyanná, ami már nem rádióaktív. Az erősen rádióaktív hulladékot megfelelő módon kezelve nem rádióaktív anyag lesz belőle, tehát nem lesz veszélyes. Azt már el lehet ásni, vagy oda lehet adni ajándékba valakinek, az már nem harap.
És eközben még energiát is termel. Tehát lehet olyan erőműveket építeni, amik nem termelik, hanem feldolgozzák a hulladékot, ami kijön belőle, az már nem aktív, nem csinál nagy bajt, viszont eközben termelte az energiát. Ez lesz a megoldás. Sajnos még nem kezdték el ennek a tényleges technológiai kifejlesztését. Pénz kéne hozzá nyilván, és az legyintenek, hogy egyrészt válság van, meg hát működnek az eddigi rendszerek, van még szén, van még olaj, hát akkor most minek kell igyekezni. Előbb-utóbb rákényszerülnek erre, és akkor a nukleáris ipar az már nem szennyezésgyártó, hanem szennyezésfeldolgozó lesz, sokkal megnyugtatóbb lesz akkor a világ, hogyha ez megtörténik. Összefoglalóként mondjuk el tehát ezt, hogy az atomenergia az nem mumus, nem kell tőle félni. Az atommag érdekes világ, és fizikus úr tanulmányozására érdemes, és láthatóan az emberiség felhasználja, de nem ellenség. És akárcsak a technológiának a többi eredményét, ezt is lehet jóra is rosszra is használni, lehetett atombombát csinálni, lehetett nagy baleseteket és környezetszennyezést csinálni, emberi felelőtlenség és emberi mulasztás miatt, de lehet az emberiség jólétét szolgáló dolgokat. És mit kell tudni? Ahhoz, hogy felelősen dönthessünk akár az ilyen kérdésekben, hogy használjunk-e atomenergiát vagy ne. Nem a pillanatnyi politikai pániknak megfelelően kell dönteni, hanem meg kell ismerni a jelenséget, alaposan meg kell ismernünk, meg kell értenünk a működését, akkor tudunk csak felelősen dönteni. És a lehetőség ott van mindenki előtt, hogy a kétféle kimenetből melyiket válaszza. Köszönöm szépen a figyelmet!